Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 14 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk Janival. Hello, Jani. Szia, jó reggel. Hello, Zsül. Hello, Laci. Hello, Anna. Hello, mindenki. Itt vagyunk egyedül, ami drága Ferinknek lehet integetni, mert ezekben a pillanatokban száll föl, vagy megy a reptérre, vagy hallgat minket, vagy már a tranzitban van, vagy ül valamelyik fapadoson, nem tudom. Így van. Mindenesetre ő Olaszország felé vette az irányt, jól így megérdemelten tette mindezt, úgyhogy ő majd egy hét múlva kis túlzással. Tegnap mondta, hogy mennek el megint Bongiorno környékére, a messzi Olaszország. és ott fogják jól érezni magukat 4 napig. Tök jó nekik, mert hogy most nincsen szezon magyarul. 6 nap. Romantika. 6 nap. Persze, tényleg 6 nap. Igen, szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Már csak a hétköznapokat számolgatom. Belehúznak. Az nagyon jó. Jól teszik. Menjenek csak. Jó is az. Annál jobb nincs is egyébként, mint amikor az ember szezonon kívül megy valahova, és sehol senki, és akkor nyugodtan tudsz sétálgatni, meg hát akkor így legalább fel is fel tudja venni a izét, a fehér lemvászonc utcát, és a tengerparti homokban tudtak sétálgatni majd békával, és nem lesz róla a fotó 15 000 forintért. Egy a lényeg, hogy bárki, aki találkozik Ferivel, mondja meg neki, hogy ne feküdjön ki a vízpartra, mert akkor jön a Greenpeace és vizes lepedőt. Így van. Jó, így van. Így van. Ne, és megpróbálják kétségbe és a turisták visszahúzni a vízbe. Illetve slagot tesznek a szájába, és keringetnek benne vizet, úgyhogy ezt ne, de minden más felének lehet. Ábrászcet itt. Húzzátok a vizet, tegyetek rá vizes lepedőt. Hogy úszod fel a lagunákon? Slagot a szájába. Na, úgyhogy Fering nincsen. Viszont van egy közelgő hideg front, ami hózáport hoz, tehát tulajdonképpen abszolút benne vagyok, hogy előre odaadt a Feri helyett is. Vagy, igen. Tehát bármi olyan, ami azt a célt szolgálja, hogy ma készpénzhez jussak, én ennek nagyon örülök, úgyhogy egészen nyugodtan benne vagyok, hogy letétbe helyezem, maradjunk annyival, hogy ide vagy belerakom egy borítékba, és akkor kitűzem ide ezekre a szivacs lapokra, és akkor majd látni fogod. Igen. Jó, és akkor az inspirálhat téged. Fogadásunk tárgya ugye az volt, hogy én bedobtam még a legnagyobb 16 fokba, hogy gyerekek, idén még lesz hó. Jó. Idén még lesz hó. Ez volt 3 napja. Mit mondanak vasárnapra? Hószálingózás. Na most ez persze nem biztos, hogy megérkezik, de hétfőn várjuk a hiteles szemtanúkat. Mert nem álmasztál, hogy most mit tudom, Dunaújvárosba havazik, ez nem jó. Tehát hiteles, bizonyítékokkal ellátott szemtanúkat, aki havat látott, ajándékcsomag. Igen, remélem, amúgy akartam, hogy remélem többen van neked ez a 10, mint amennyit nyerni fogsz vele, mert hogy... Már nagyon sokat ki kellett osztanom. Érted, beszéltél valakivel? Hogy legyen hó? Aha, beszélt, rácsörögtél rá, és Andrisra mondtad neki, hogy fi Andris, van itt egy kis biznisz. 3000 plusz egy bögre, amit föl tudok neked ajánlani. Hát szeretem ezeket a kis játékokat, hogy az ember ezt most várja, nézi. Ugye szombaton még jó időt mondanak, nemzetünk ünnepén, de vasárnapra betör valami hidegbetörés, és ott valami nagy hadd lesz. Aminek az előszerét már mondjuk ilyen a front jelenség tekintetében már érezni is lehetett tegnap este, nekem legalábbis majdnem széthasadt a fejem, úgyhogy be is kellett dobnom egy kis izét, egy kis gyógyszit. Egy fél konyakot galét, amit rögtön beloptam. Azért. Aztán elvettem a gyereket, meg az asszonyt. Ne, egy kis ízét be kell dobni, egy kis fejfájás csillapítót, mert éreztem. Így most már így 40 fölött azért frontérzékenyé válik az ember. És hát nem volt túl kellemes, de nem baj. Mindegy. Ettől függetlenül gyönyörű szép idő van kint most is, és megdöbbent, hogy már most mennyire világos van. Ez ugye majd az óra visszaállításnál egy picit majd borulni fog két hét, de a kitelepülésre már megint körülbelül ugyanezt kaphatjuk, és ez tök jó lesz. Én már ilyen kitelepülés lázban élek. Én érzem, hogy te január óta ezt a kitelepülést mondod. Hát miért nem járod el tavaly a helyszíneket? Ja, tényleg. Legyen egy ilyen... Mi nem megyünk körbe? Jani felderít. Igen. Jani seregei elindultak felderíteni a kitelepülés helyszíneit, és végig járod azokat a városokat, ahova megyünk. Most már ezek egyébként konkretizálódnak is nagyjából, úgyhogy egy hétig fog tartani, és májusban megyünk. Méghozzá mindenek az május 2. hetében, talán azért, hogy az érettségit elkerüljük az első. És akkor azt mondod, hogy menjek előre már egy picit, tehát mondjuk április 1. hetében már dedikáljak mondjuk. Legyél egy ilyen előre tolt helyőrség, menj el ide, menj el oda, nézd meg, hogy mennyire örülnek nekünk, állj ki egy főtérre, üvösd, de hogy itt van Balázs, ha nem jön senki, akkor oda már nem menjünk. Akkor azt adjuk a felnébe. Ott van Balázs, ott van, és hát senki meg sem mozdul, jelens nekem oda, akkor már nem megyünk. Biztos sok ilyen lenne. Úgyhogy. Figyelj, hát szívesen átzuhálhatjuk a túrni helyszíneket, aztán vágj neki neked. Ez minden hétvégén csinálsz egy helyszínt, az 4 hétvége, vagy nem, az 5 hétvége, tulajdonképpen az egész április átugrottad, május 1. hetét, meg is vagy. Úgyhogy lehet egy ilyen
lehet egy ilyen előre tolt valamit találni. Nem tudom, Ákos, mondta a hírekben, viszont olvastam reggel, mert mindig azzal ébresztem magam, hogy kicsit internetezek, hogy megtalálták a gépnek a roncsot, hogy valamit találtak a kínaiak. A kínai... De nem vietnámi oldalra esetén, mint hogyha arra emlékezik. De nem, nagyon sok keresik a kínaiak, keresik a vietnámiak, keresik az amerikaiak, tehát sokan keresik. Uh-huh. De mintha a kínaiak találtak volna valamit állítólag, hogy ebből most mi igaz, azt nem tudom. Nem mondott az Ákos semmit erről? Azt mondta, hogy valaki van állítólag a szemtanú, aki látott valamilyen felvillanást. Néhány másodpercre. Igen, kínai műhold felvételek, én azt olvastam. Ugye Ákos? Hello. Szia Ákos, foglalj helyet, parancsolj. Jól informált vagyok? Igen, ez a CNN-en volt, és most egyébként ez folyamatosan frissül, tehát nyilván ezt érdemes még egyelőre fenntartásokkal kezelni, mert ugye nyilván ezt meg is cáfolják egyből. Igen. Műhold felvételek, és ugye ez egy 70x30 méteres több darabban lévő dolog, amit aha, keresünk. Itt volt egy olajfúró tornyon dolgozó munkások is szintén uh-huh, látott valamit, igen, tehát most még próbálják keresni. Aztán az visszavonta a vallomását, vagy igen, valaki visszfúra, aha, az is látsz, amit aztán visszavonott. Tehát ezek ilyen fura dolgok. Igen, a kínai műhold találta meg a dél-kínai tengerben. Így van. Na, tessék. Hát megtalálhatták. Megtalálhatták, igen. Szakértők azt mondják, hogy túl nagy, nem lehetnek a roncsok, más meg azt mondja, hogy igen, úgyhogy most pontosítják. Figyelj, akkor ez ilyen percekről percre, persze frissülő dolog, ugye? Akkor mondjuk ide, hát még fél hét után. Jó. Mi és a hallgatók tudjunk róla először, ne a Zsűr, jó? Mindenképpen. Ne ő legyen a legfrissebben értéselt hallgató az országban, jó? Nekünk mondd meg először. Így lesz. Egyébként van egy olyan alkalmazás, én ezt tegnap láttam a televízióban, aminek a segítsége egy műholdas alkalmazás, ami gyakorlatilag a világon bárki keresheti ezt a roncsot. Ezt szerintem hihetetlen már izgalmas. Már 600 ezeren próbálták ezt megnézni. Hát több perc, amíg betölt, ugye az interneten tudod betölteni ezt a programot, és akkor ott szépen, hogyha van 2-3 órád, akkor kereshetsz, és zseniális. És a Google Maps alapján? Vagy, ja, nem, vagy nem egy ilyen program, egy spéc programot feladottak? És akkor ott tudod keresni, és látsz fotókat a tengerről? És bejelölheted, pontosan, hogy tudom, ez szerinted olajfolt, ez szerinted egy roncs. Itt oldalt van ilyen kis ikonok, rá kattintasz, hogy szerinted az mi lehet, és akkor elviekben még értesíteni, és nem is elviekben, hanem gyakorlatilag értesíteni lehet a hatóságokat is. Egyen. És hogyha ők is úgy gondolják, hogy ez egy komoly dolog, ők is megnézik, és aztán azt mondják, hogy igen, ez a frankon valami roncs lehet, akkor oda mennek, aztán megnézik, hiszen érte, több százezer négyzetkilométernyi, vagy több tízezer négyzetkilométernyi területről van szó, úgyhogy mindenkinek jut belőle. Jó van, oké, Ákos, köszönjük szépen. Jó, de ne a Zsűrnek akkor. Nekünk van. Gyerekek, még maradt bennem egy kis hiányérzet tegnap a retronapról kapcsolatban. Már nem akarok retronapról. Akkor bedoljunk valami jó kis feldolgozást? Nem, már tegnap. Már bekészítettem. A komplett zenét átírtuk, úgyhogy most már maradjunk. Imádták. Néztem. Tudom, még az ISMC, még annyi minden eszembe jutott, hogy még miket lehetett volna. A Facebook oldalunkon őrület volt. Meg lehet egyébként nézni még mindig, természetesen fölmenni, és egy millió egy hozzászólás, iszonyatos like hegyek. Imádták tényleg. Én nagyon támogattam azt a kis vállalkozást, hogy legyen egy saját mixlemezed. Csak ilyen zenékben. Szerintem. Igen, egyszerű és megismétetlen alkalom is lehet, de nem gondolom azt, hogy neked mit tudom én így hosszú éveken keresztül kellene ezt tollod, mint mondjuk bármelyik más rádiócsatornán, bármelyik más műsorvezető kollega, de mondjuk egyet. Egy ilyen húsztrekkeset összerakni? Igen. És szerintem úgy kellene csinálni, hogy az legyen a neve, hogy tehát legyen rajta, hogy egy. Tehát, hogy így érezni, hogy ennek még lesz folytatás, de ne legyen. De ne legyen, de mindig ott legyen a várakozás az emberekben, hát ha lesz második is belőle. Volume 1, vagy mi volt? Volume 1. Igen, meg lehetne csinálni egyébként, benzinkutakra leteríteni, nem? Hát. Elmegy bele egy 20-30 ezer darab, érted? Szerintem szeretnék az emberek, főleg, hogyha mondjuk valamilyen, mondjuk így a műfajjal, meg a stílussal, meg a korszakkal kompatibilis borítóképet is csináltatnák vele. A kasza megfotózná, szereznénk egy pár cuccot hozzá, Gyulának biztos van egy csomó ilyen régi fülese, régi lemezjátszója, lemezborítók, stb. Csinálnánk neked egy jó kis fotózást hozzá. Igen. Oldalra fésült hajó. Az lenne a borító, és meg is. Hétupos szort mintás pólóval, vagy valami, hogy hívja, érted? Hawaii-ingel. Igen. Az akkor nagyon ment. Parmalat, Jackie. 97-98 Hawaii-ingek, hát azok nagyon-nagyon mentek. Nagyon menő voltál, akkor Hawaii-inged volt, és nekem van egy csomó, van egy kék. Van egy narancssárga, meg van egy piros Hawaii-ingem. De még mindig megvan. Ezek megvannak, ezeket nem adom oda senkinek, persze. Iszonyatosan kellemetlen. De hogyne? Ja, ezért nem tudod odaadni senkinek, mindig mondtam. Nem, kezdesz évvel. Senki nem érti. Na, ezt tartsd meg. Mondtam, hogy ezt nem érti, ez egy korszak, tehát ezt így ebben a formában érteni kell.
Beszélni akartam egy dologról, mert volt egy ilyen marha aranyos kis kezdeményezés a héten, aztán valahogy mindig túl sűrűek voltak a reggel ahhoz, hogy szóba hozzam, de mindenképpen akartam róla néhány szót mondani, mert hogy fantasztikus, nagyon megható, érzelmes kis dologról van szó. Hogy volt egy pár héttel ezelőtt egy olyan kezdeményezés fönt az egyik portálon, amit egy édesanyja indított el egy michigani kisiskolásnak az érdekében, aki nemrégiben ünnepelt a 11. születésnapját, de hát amikor ugye ez a kezdeményezés megfogalmazódott a fejében az anyukának, akkor ez még nem történt. A kisfiú Colinnak hívják egyébként, panaszkodott arra, hogy hát az ő szülinapi partija, a 11. megint milyen csöndes lesz, megint mennyire lenyugodott, és mennyire szürke és hétköznap és unalmas lesz, mert hogy neki nincsenek barátai, ugyanis egy Asperger szindrómához hasonló betegséggel szenvedő, és nagyon-nagyon nehezen kommunikál más gyerekekkel. És emiatt tényleg nem nagyon vannak szegénykinek barátai, és akkor ezt így elpanaszolta anyukának, aki kitalálta, hogy létrehozza a gyereknek egy Facebook oldalt, amin lehet neki majd üdvözleteket küldeni, hogy mégse legyen annyira magányos ez a kis szülinapja a kisrácnak. És két hét alatt 40 ezeren lájkolták ezt a bizonyos oldalt, aztán egy lap beszámolt róla, és írt és mond, 2 millió ember csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és ez mondjuk egy olyan Facebook oldal volt, ezt természetesen még nem mondtam, amiről a kisrác nem tudott. Ezt úgy ízították be ezt a dolgot, hogy a születésnapján mondja meg, ami egyébként már megvolt, a születésnapján mondja meg majd neki az édesanyja, hogy van egy ilyen oldal, gyerek fölmegy, rácsodálkozik, és akkor húha. És tényleg ez történt, gyakorlatilag ugye azt mondja, hogy... És kapott egy csomó mindent? Hát a március 9-én azt látta a kisrác, hogy 2,1 millió barátja van, miközben ő azt gondolta, hogy egy sincs. Aha, azt a mindenit. És hát volt egy postacím is, amire lehetett küldözgetni az üdvözlőlapokat, képeslapokat, mindenféle ilyen kis ajándékokat a kisrácnak. Erről is volt dokumentáció fönt az oldalon, csomó fotót lehet látni, ahogy a postás hozza, de ilyen rekesz doboz számra tényleg ezresével a cuccokat. Az ajándékokat? Igen. De jó Isten. Igen. És hát nyilván, amikor a kisrác meglátta ezeket az irgalmatlan csomaghegyeket, hát odáig volt a gyönyörtől. Aha, tehát, hogy ez egy olyan fantasztikus kezdeményezés, hogy hihetetlen. Milyen csendes lesz majd a jövő évi, amikor viszont már nem kap semmit újra. De most ezt komolyan mondom. Igen, nehéz lesz majd übereldi. Na, ezt übereld, ugye? Tehát a 11-es biztos nagyon kerek. Csak marad egy pár ezer. A 12-es megint milyen. Ezt nem csináljuk meg mi is, hogy létrehozunk neked egy ilyen nagyon rárakunk egy ilyen félig lerakasztott leukoplaszos szemüveget. Aha, igen. Egy kicsit elálló füleket csinálunk neked, hátulról megnyomjuk két ceruzával, leukoplaszos szemüvegeden, és azt mondjuk, hogy van valami nagyon fura betegséged, nagyon magányos, hogy küldjenek már a világ minden tájáról. Tényleg, attól hétig, amíg nem hat még a koffein, én is úgy elég nehezen kommunikálok az emberekkel. Leukoplasz, tehát tényleg kis pattanásokat rajzolunk rád. Barátaim nekem sincsenek. Barátaid nincsenek, küldjenek majd Bugatti Veyront, vagy mit. nem fölrakjuk, és azt mondjuk, hogy nem tudom milyen. Milyen nagyon fura barát nélküli szindrómában szenvedsz, 40 éves vagy, és nagyon, nagyon szeretnéd, ha szeretnének. És hát, ha május 17-ére a világ minden tájáról kapnál ajándékot. És hogy mondjuk 18-tal 45 éves korig elsősorban hölgyek jelentkezzenek, akik szeretnének téged meglepni. Így van. Valami nagyon jóval. Nem, ezt simán meg lehetne csinálni, mert rólam nem hinnék el, de téged... Valahogy el tudnánk úgy. Igen, csomó ember álságosan lájkolná az oldalt, amiben mondjuk neked kívánok boldog születésnapot. Az igen, az nem lenne igaz. De mondom téged, tennénk egy cumit a szádba, kapnál egy szemüveget. És abban a betegségben szenvedél, mint Benjamin Button, hogy egyre fiatalabb vagy. Tehát öregen születsz, és egyre fiatalabb vagy. És rájöttél, hogy 40 éves vagy, már kezdesz újra cumizni, és hát te küldenek ajándékot. Nem lehet? Lehet, de simán lehet csinálni. Hidd, hogy a kisfiúnak semmi baja. Az anyja egy tök jó marketinges, és azt mondta, hogy na figyelj. Figyelj, Joe, most fölturbosítjuk a születésnapodat. Ne, egyébként a történet nyilván cuki, persze. Nagyon édes, és mondom, 2,1 millió rajongó, hát illetve nem rajongó, hát végül is szimpatizáns lájkolta az oldalat, és ilyen nyilván fantasztikus volt ez a 11. születésnap. Úgyhogy nagyon szép érzem, nagyon meghatott engem is. De Vinyiti bácsi küldött valamit? Hát... majd megnézem, lecsekkolom majd. Most tartok 1,5 milliónál, abban nem volt benne. Mindig pörges már át lehet, hogy ott van-e az ismerősök között. Hogy állunk játékkal? Ja, nagyon jól állunk egyébként, mert hogy a 2-1-re vezetnek szerintem a hallgatók. Hát akkor tényleg nagyon jól állunk. Hát az ennél jobban nem is állhatnánk. Na, hát de hogyha már elúsztunk volna mondjuk 3-0-ra, akkor már nem lenne benne semmi adrenalin. Így meg... Mondjuk ez is igaz.
Feri kitett magáért, végigjátszott az egész hetet. Így van. Érződik is a végeredményen, nem? Végül Feri milyen jól játszott ez a helyeten. Csoda, hogy az Olaszországban menekült. Nem bírta a veresége. Nem, azt nem egyet hozott. Meg egyet próbáltunk óvni, de azt ott ugye volt, úgyhogy ezt nem tudtuk megóvni. Jó, nem baj, lehet jelentkezni játékra, nyugodtan arcoskodva, egészen nyugodtan bármelyikünket kihívva játékra. Jó, SMS számunkat mindenki tudja, 6:30 van, jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. 3:47 múlt pontosan 7 perccel, 3 perccel. Tehát 10 perccel, így van. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Kunmadaras és Karcak között az útlában zárva útépítés miatt kerülni Kunhegyes felé kell, ezt Tibi küldte nekünk. Karcak Berekfürdő között útépítés miatt lezárva, kivéve célforgalom. A célforgalom az, hogy valaki visz aszfaltot, ugye? Vagy sódert, vagy melósokat. Nem mindegy, neked mi a célforgalom? Egyébként igazából, elmondom őszintén a nagyibe. Legyünk már őszintén, nem tök hát most érted. Neked. De hát, ha valaki esetleg tisztában akar lenni ezzel a fogalommal, de nem meri feltenni a kérdést mondjuk SMS formájában. Léci, Jali, kérdezz már a Balázsnál. A célforgalom az, amikor munkásokat vagy aszfaltot hordanak egy építkezésre. Sose értettem egyébként a maga a kérdés önmagában jogos, amikor kim van egy lakótelepet, hogy kijöjj a célforgalom. Hát nyilván, tehát aki most... ott van, annak van valami célja, hát ezzel, nem? Ezt magyarázza meg nekem valaki, hogy ne vágjam le az utat a lakótelepen keresztül, csak ha célom van, de hát nyilván azért mentem oda, mert célom van. Egyébként egy lakótelepen átjutni sokkal hosszabb, hát, megkerülni, nem? Tessék, és pláne akkor, ha mondjuk az a célod, hogy átvágjál a lakótelepen. Érted? Akkor meg... És hogy bizonyítják be? Megállít a rendőr, és azt mondja, mit csinál maga erre? Ön célforgalom? Nem, csak errefele bókláztam. Nem, biztos úr, büntesse meg, én nem vagyok célforgalom, én behajtottam ide, igazából nem tettem volna, de szerettem volna átmenni ezen a lakótelepen. Mi ez a célforgalom? Egyébként a kérdés tényleg jó. Kivéve célforgalom. Ez nálunk is kint van ott, amerre lakom. De hát nem megy arra, aki nem arra lakik, nem? Hát, mentél már valamerre, amerre nem volt célod? Hát, előfordult már. Egyszer a balra kanyarodtunk jobb helyen. Na, azt a minden ide veszélyesen értük. Tudsz bárhova menni, úgyhogy nincs célod? Hagyjuk már ezt a retrohónálat. Hogy nem, szerintem se. Tehát, hogy az a fura benne, sehova nem tudsz úgy menni, hogy nincs célod, mert azért mész, mert célod van. Tehát nincs ilyen, hogy célforgalom nélküli érkezés. Így van. Nem így van? Céltalanul csak arra nem jár senki. Most, ha te fölállsz és innen elindulsz, bárhova mész, van célod. Nem azért álltál föl? Persze, vagy az a célod, hogy minél előbb hazajussál, mert más dolgok éppen vagy kimenj a budira, vagy bárhova. Mindig céllal mész valahova. Egyébként ülnél a fenekeden. Ennyi, teljesen értelmetlen. Mozognék én, ha nem lenne célom? Nem. Hát miért mozognál? Hát ki mozognál, nincs cél. Hát akkor feküdnél. Na tessék, egy kereszttáblát kilőttük. Jó, holnap jön a stop tábla. Így van. Minden napra egy tábla. Ma kilőttük a célforgalmat, holnap jön a stop tábla, és így megyünk, amíg nem végezünk az összes kereszttáblával. Na jól van. Ajajajaj. Kaptunk egy ilyet, fontos felkiáltójel. Az örményesi vasúti átjáró március 25-ig átépítés miatt lezárva, kerülni Kisújszállás és Törökszent Miklós felé lehet. Osvát küldte nekünk. Én köszönjük szépen, rendes vagy. Abban bízom, hogy ezzel tényleg valójában sokat segítünk, nem? Tehát, hogy van valaki, aki felkiált, hogy hallottad? A Bali ezt mondta, visszafordul, Rüki, Index, megfordul és megy. És ennyi. És mosolygó arccal köszöni meg, hogy mehet Kisújszállás felé kerülni. És van nem ilyen? Biztos van ilyen. Hát szerintem van. És reméljük, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk egy konkurens zöldség és nyitott ott egy üzletet, és szeretné egy kicsit korlátozni vele a forgalmát. Igen, hogy arra ne legyen célforgalom. Igen, hogy arra ne. Igen. Na jól van. Oké, nézzük meg, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a Na, mi a helyzet? Ja, hello, jó reggelt! na, mi a pálya, haversen? Kicsit elgondolkoztam. Halló! Szép jó reggelt kívánok! Kirén vagyok, Békés megyéből. Ó, jó reggelt kívánunk! Honnan hívsz minket? Tóthomlósról, ahol gyönyörű a napsütés, és 1 fok van. Hát de jó! Van. Ó, az Békés megye, ugye? Tényleg? Hogyne! Orosz. Nem messze, új kigyóstól. Ó, hát a Feri már most hogy tapsolna örömébe, ha itt lenne. Na, bele akartam játszani, csak elhúzott. Így van, Bongiornóba mentek el. Elutaztak egy kicsit, igen. De jó neki. Bizony. Kicsit pihem. Rá is fér.
Jók vagyunk mi neked? Vagy ne játszunk? Vagy hagyjuk? vagy keresünk valakit? Hogyne, de csak félek. Én most a Balázsral szeretnék játszani, jogos. De hát a Balázs az olyan dörzsölt, hogy engem lever, mint ha a poharat. Mert kicsit engedjen, mert nincs kivel gyakorolom, és nyerni szeretnék. Igen, de drága vagy Irén, hát most... Persze nyilván ettől még mindent megteszek, hogy kivégezzelek, de hogy nagyon-nagyon szimpatikus vagy. Mert dörzsöl, de könyörtelen. Nagyon-nagyon aranyos vagy, valóban dörzsölt vagyok, sőt, kegyetlen is. Miért? Mit csinálsz? Hol vagy? Hát most a szobában vagyok, mert előszobában kanárik fütyülnek, azért nem lehet beszélni. Itt meg a törpe pincsen rágja a másik kezemet. Figyelj! A lányom kutyája, igen, jaj. Mi már szerintem játszottunk valamikor a múltban. Nekem ez a kanárik meg a törpepincser vonal. Igen, ez... én nagyon sokat játszottam én a Danubiusban. Én rengeteg pólót, bögrét, telefont, mindent nyertem. Szóval egy igazi nyereményvadász. Na végre megvagytok, végre beszélhetek egy nyereményvadásszal. Vagy ez vagy valamelyik nagyon beteg álmomban jöttek elő ezek a törpekincserek meg a kanárik, de akkor nem. Akkor te az a típusú hallgató, hogy én hallott, hogy bármelyik rádióban bárhol ajándék van, azonnal telefonálsz, ugye? Nem. De én a típus... bocsánat, nem szabad jelent mondani. A másik adót fogtam, miután megszűnt, akkor a Klassz FM-et. Tehát én nem változtatom. És azóta kinél nyertél már itt nálunk? Piros, senkinél, Csabi? Senkinél. Nem. Én annyit próbálkoztam, már nem jött be. Na látod? Csak a Danubiusos idők óta vársz újra, hogy akkor adásba igen. kerüljél. Igen, na. Igen. Te túrva. Igen. Hát a türelem rózsát terem, azt tudták mondani. Hmm. Igen, én is hallottam már ezt egyszer. És te emlékeztél a Danubiusos időből Irére a kanári vonal miatt? Igen, mert nem a pincserek miatt egyébként. Tehát, igen, önmagában... igen, hát azt szaladt el a fogsorommal. Mi elszaladt a fogsorával a pincser? Igen, akkor lett kész a fogsorom, és tűszentettem, és az kirepült, és a kutyus elszaladt vele. A pincser akkor az lett a nap hallgatója. Igen, az ömte palota pincsi, csak egy kicsit nagyobb, hát ilyen törpe pincserek vannak, ugye? Törpe, igen, ez nagyon pici, nincs 3 kiló, és hát mindent ellop az asztalról, kilop a zsebedből, zsebkendőt, mogyorót, tökmagot, mindent. És tűszentettél, és kiesett a fogad? Igen, hát akkor volt még új, és nem tudtam, hogy a szám elé kell tenni a kezemet, de hát azt megtanultam. De miért, ha új az ember fog, azt nem ragasztják be, csak a régit, vagy ez hogy van? Hát ha protézis a fönti, akkor azt nem ragasztják be, meg kell szokjad úgy, és nem kell ragasztó. Ja, értem, csak azt kiveszed, berakod. Vagy van az úgynevezett? Nem, marad végleg, annyi, hogy megmosom, és akkor bent van, nincs vízbe éjszaka. Ja, nincs egy kis éjjeli szekrényem. Azt hittük, hogy próbahordás volt, tehát hogyha még esetleg valahol. Ja, de akkor... Megint a pincser? Parancsolj. A pincser? Panka, a pincser? Megint baj van. Hát nincs semmi baj, csak nagyon rágja az ujjaimat. Ja, nehogy elvigyel fogaidat megint, mert akkor hogy fogunk játszani? Erről nincs jó, oda fogok koncentrálni. Jó, koncentrálj, nehogy a pincserit bezavarjon a játékba. Azért ezt mondjuk én egy home videóban megnéztem volna. Amikor elrohadt a pincser a protézissel. Erre érted? És mire gondolhatod abban a pillanatban, szegény? Mire gondolhatod, szegény? Végre jutalomfalat! És elszaladt vele? Igen. Én azt szabadt, hogy nem lehet megenni, akkor nagy nehezen visszavettem tőle. Megmostam is, hát azok használom. Igen, de valaki írja, hogy milyen szép lehet a kutya mosolya viszont. Igen. Hát nagyon aranyos. Ahogy... Ezt nem lehet nem szeretni. Ahogy már nem mosolya, amikor a fogai, igen, amikor a fogai a szájába voltak. Akkor milyen igen. szép lehetett. Kinyitja a száját, a pincsér egy picit úgy néz ki, mint az Alien. Belül is van egy fogsor. Igen. Na jó, kezdjük a játékot, oké? Igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Irén. Hallom. Elhallgattál, itt vagy még, Irén? Hogy ne volnák itt? Tessék és kérdezzél. Most hol vannak a fogaid? A számba, hol lennének? A szádba? Hát. Nem. Azóta vigyázok rájuk nagyon. Kimondtam, hogy nem egy gyerekek. De hülye vagy. Hát annyira jó játék. Ne, játszatok már még egy helyet. Nekem ezt nagyon tetszik ez a beszélgetés. Én nem 20 másodperc után én csalódott vagyok. Legalább egy percig legyen már. Engem az a baj, hogy annyira rögtem én is, hogy kimondtam, hogy nemet. Irén! Szép volt! Figyelj! No. Én egy ilyen beszélgetés végig akarok hallgatni, mert úgy kezdődik, hogy hol van a fogaid most. Ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna, basszus, ezt az egy percet kihúzni. De hülye vagyok. Ennyire már régen sajnáltam, hogy kimondtam a tiltott szót. Hát milyen mélységekbe tudtunk volna még hasítani, vagy magasságokba. Na látod, az próbáljuk fogadta. Még egyszer, de egy csomag már megvan. Nem, megvan, az a baj, nincs időm, mert nagyon sok a reklámunk, mennünk kell. Irén, van egy gyönyörű szép Morning Show Class FM-es csomagod, jó? Nagyon szépen köszönöm, és további szép munkát kívánok nektek. Ügyes voltál, nagyon. Te csak. Egy kicsit engedékei voltál azért. Nem, tényleg nem direkt mondtam ki, nem, abszolút nem. Szerettem volna nyerni, csak nagyon röhögtem ezen, hogy már láttam a kutyát magam előtt, hogy fut megint a fogaddal, te meg üldöd. Most mit csináltál egyébként, egy lábbal távol tartottad magadtól? Hát
Itt van itt mellettem, itten harapdálja a jobb kezemet, a ballal fogom a telefont. Mert ő nem hagyja abba. Nem, hiányzik neki a fogad. Irén, küldjük az ajándékcsomagot, vigyázz magadra. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, szia, szia. Irén, nagyon cuki. Nagyon aranyos. Hogy nem emlékeztem rám. Időnként kimenek a térre, és akkor... Hogy mit tudom? Fülés kutya, megmondtam, ne odaszaladj. Így zseniális. Hát ekkora szar, hogy a kutya elviszi a fogadat. Nagyon. A legszomorúbb, hogy ránk is ez vár, tudod? Igen. Szóval, az, semmi nem fog ettől minket se megmenteni, mert röhögünk 20 év múlva, ez a valóság lesz. Ebben igen, biztos csak vagyok. Az a baj, hogy az én kutyám le is nyeli. Nem baj. Milyen szép, szép mosolya lesz utána, majd te kijövölöd. Most melyik az eleje? Nézi majd az állatorvos. Itt is fogok, ott is fogok. Kettő perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlva 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani. Hello, szia Bali. Panka, nem is színe. Nem? Nem állj. Bőrke, nem is rajt. Itt vagyunk. Jaj, nagyon jó játékunk volt. Hát ha valaki nem hallotta volna, Irén hatalmas forma volt. Elmondta, hogy bár évvel ezelőtt játszottunk, csak épp akkor a fogait elvitte a kutyája. De most berakasztotta, most már nem tudja elvinni. Meg távol tartotta magától a Pankát. Távol tartotta magát. Nagyon figyelt rá, hogy nehogy megindul hasonló balesetére. Én nagyon sajnálom, hogy 20 másodpercnél ez a játék véget ért. Én akartam, hogy ez egy percig menjen, minél többet megtudjunk erről a bizonyos esetről. Sajnos, remélem, hogy lesz Jaws 2. Igen, annyira röhögtem, hogy bedurantottam egy nemet, úgyhogy ezzel el is vesztettük a hetet, hát tönkretettem a dolgot, viszont szenzációs játékosunk volt. M7-es 28-as kilométerénél baleset van Balaton irányában, ezt Fecó küldte nekünk. Üllői úton a Google beépített profi fotósai készítenek drága panoráma képet a szabálytalanul repülő autósokról. Ó, hát ez is egy szép megfogalmazás. István küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Feri rég volt ilyen jó, mint ma. Hozza a kötelezőt. Rohadékok. De az vigasztal, hogyha én nem vagyok, engem osztanak ugyanígy, úgyhogy előszeretettel. Előszeretettel olvasom az ilyen esemeseket. Egyébként ez nagyon szellemes. Feri rég volt ilyen jó. Kiegyensúlyozott. Nagyon, gyerekek. A Feri majd biztos pont itt nekünk kettőnek. 611-esen Vásáros Dombon, zöld névában Jedi. Dombováról érkezőket kardozza, ezt Jancsi küldte nekünk. Gyerekek, a Irénem besírta, viszonyat jó fej volt, fuldokolt a röhögéstől. Az ajándékcsomagba tegyetek Dent a Six. Trafi az M0-ason, az M5-ös felé a budafoki lehajtónál, ezt pedig Ori Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen! Gyerekek, igen, hát itt még írjátok a tegnapi zenéket, igen, vérzik a szívem. Én is megláttam, hogy Two Unlimited, meg Bailando, meg Scooter, meg Tupac, meg fú, de jó volt, borsózik a hátam. Kiírattam a saját tracklistámat egy CD-re. És ezt fogom hallgatni a kocsiban. Csak a Bailandot kicserélem az ISMC egyik dalára. Azt mondtad, hogy a Coco Jumbot cserélem ki tegnap. Ja, tényleg láttuk a Coco Jumbot cserélem ki, igen, de szerintem a Bailandot is kicserélem valami másra. De lesz még ilyen, azt tegnap már elárultuk, akkor viszont magyarok lesznek. Így van, lesz. Kiteleküléskor csináljuk meg. Én ugye? Is azt gondolom, hogy valamikor május második hetében valamelyik kitelepülés napján kellene megcsinálni, és akkor a magyar kicsit visszább menve, magyar 80-as, 90-es évek. Tehát szerintem oda még egy Neoton is beférhet, oda még egy-két dal, és akkor a 90-es évek nagy diszkó korszakával fejezzük majd be. Hívhatnánk aznapra egy vendéget is azok közül, az előadók közül. Hívjál majd persze. Ja, jó. Na. Akkor mindenképpen így lesz. Hívok, mert nem jön el. Hívjál majd 10 utára, aztán beszélgessél vele. Egy nagyon fontos dolog tart engem lázban, és akarok róla beszélni, mert tudod, hogyha valami elindul bárhol az országban, vagy a fővárosban, vagy bármi, akkor én vagyok az első, aki átmegy, átadnak valamit, ott vagyok. A másik oldalra. Nem, tényleg, átadnak egy új utat, hajlandó vagyok rajta, csak azért átmenni, hogy első legyek. És ha hidat adnak át, ott vagyok, a Megyeri hídon is átmentem széles, mosolygó arccal. És olvasom, de hát aztán kérdés, hogy ez mennyire van így, hogy áprilisban indul egy baromi jó dolog, amit én már nagyon sok európai országban láttam, ahol voltam, és végre Magyarországon is. Ez a közbringa rendszer. Tudod? A buggy. Igen. Azt hittem, hogy kapsz külön autósávot. Nem. Én... Nagyon jó egyébként, így igen. Van. Abszolút, abszolút nyitott kapukat döngetsz. Én valamelyik nap, én nem is a sajtóból értesültem róla, hanem én láttam ezeket a bizonyos pontokat már kiépíteni. És eleinte nem tudtam, hogy miről van szó, nyilván utána néztem a dolognak. Ez egy marha jó dolog, mert egy picit elkezdünk zárkozni ezzel is. Nyugat-Európához. Most ugye kérdezhetnéd, hogy én miért örülök ennek, mert hogy egyébként egyáltalán nem brigázom. Nem tudom ezt megmondani. Nem tudom megmondani, de valamivel megint többek leszünk. Aztán ha ez elindul a fővárosban, akkor elindul szerte az országban, tehát ez egy baromi jó dolog.
És ezt én már nagyon hiányoltam, hogy, hogy milyen jó lenne Londonban, Amsterdamban, fölpattansz, kikölcsönzöd, mész fele, lerakod. És ez úgy néz ki, hogy elindulni látszik. És ennek miért is örülsz? Azért, mert akkor így többen fognak esetleg átülni az autókból kerékpárokra, és akkor te nyugodtabban és egyenletesebben tudsz majd haladni a kocsidra. Sokkal kevesebb autó lesz a forgalomban. Igen, sokkal jobban tudok majd menni. Nem, figyelj, ezen tök komolyan gondolkodom. Tehát én nagyon messze lakom a belvárostól, de az, hogy én valahol letegyem a kocsit, bringázzak egy órát, letegyem és tovább menjek, ezzelől nem zárkózom el. Nem tudom, hogy ez valaha létrejön-e, de ezt komolyan mondom, ez számomra egy kecsegtető alternatíva. Az, hogy én betekerjek az agglomerációból, az nyilván nem hatszó elütnek, meg elfáradok, tehát nincs kondim. Na, itt van ő. Csak szeretném neked megmutatni. Nálunk először a Bringa Expo-n volt kiállítva maga a bringa, de tévés vagy rádiós műsorban még soha nem volt. Mutatom neked. Fantasztikus. Neked kerékpár függőnek, aki már sikálja, suvickolja a kis bringáját, hiszen jön a jó idő. Itt van ő. Hát meg majd pókhálózni fogom azt, amit neked tartanak fent. Igen. Csak mondom, hogy én már hétvégén bringát tisztítottam. Hogy minek ne kérdez, de áttörölgettem. Hát, hogy fölfújtam a kereket. Így van. És aztán visszaakasztottam a falra. És mondtam, szeptemberben találkozunk, drága barátom. Szóval itt van ő. Nagyon masszív szerkezetről van szó, egy ilyen kis halvány almazöld színben pumpázik, és ahogy én nézem, azok a sponsor színek, azt tudjuk, ugye, nagyon, hogy ezért. Nagyon minőség. Igen. Nagyon minőség. Ez a bubi, ez mi az, hogy bubi? Ez miért bubi? Mi az a bubi? Ez valami rövidítés, ezt tudom, de... Hát mert lehet bubisba is, lehet mentesbe is kérni. Nem tudom, hogy mi a bubi egyébként. Hát tudom, ez a budapesti bicikli. Budapesti bicikli igényeseknek. De tényleg, na, te mint szakértő, szeretném, ha mondanál róla egy-két jó szót, ugyanis összeszedegettem, hogy milyen a nyereg, milyen a világítás, milyen a defektmentes abroncs, mi az agydinamó, mi a görgős fékrendszer, ezek nekem semmit nem mondanak. Figyelj, tökéletes is szerkezetről van szó, én mondjuk, megmondom őszintén, egy nagyon pici kis szkeptikussággal, na csak ki tudtam mondani, állok a dologhoz, mert az első dolog, amit én egy ilyen bicikli megnézek, az, hogy mit lehet rajta lelopni. Nagyon gyorsan. Mert hogy legyünk már egy picit pozitívabbak. Az hogy... ilyen szerkezeteket úgy kell összerakni, az ilyen kerékpárokat, amik arra szolgálnak, hogy nagyon sok ember és nagyon sokféle ember használja őket, és mondjuk adott esetben éjjel-nappal kint legyenek a Pesti utcán, hát bizony ebből a szempontból is meg kell vizsgálni, akárhogy is nézzük. Figyelj, hát az, aki mondjuk egy ilyet elköt, az nem azt fogja megnézni, hogy mit lehet róla ellopni, hanem fogja az egészet és elviszi, de nem tudod elvinni. Tehát Londonban ezt úgy csinálják, és szerintem a magyar rendszer hasonló lesz, hogy te bankkártyával tudod igénybe venni, igen, és a bankkártyádat neked zárolják. Zárolnak egy bizonyos összeget, és pörög az összeg a bankkártyádon. És abban a pillanatban, amikor te leteszed, akkor újra dokkolod a bankkártyádat, és annyit von le, amennyit használtad. Most, ha jól értem, itt Magyarországon az lesz, hogy lesz egy díja, igen, plusz ugye neked zárolnak valamennyit majd a bankkártyádon, igen, és ha visszakerül a bringa, akkor azt feloldják, azt a zárolást. Tudomásom szerint 30 percig ingyen használhatod, utána kezd el majd ketyegni. Azon nagyon meglepődnék. Igen? Azon nagyon, János. Na, akkor most essen le az állat. 30 percig ingyen használhatjuk majd? Szerintem nem. Szerintem? Miért? Ez nem egy jótékonysági intézmény, hogy ingyen végezzünk. Hát, de fia, nem ingyen, akkor én fogom ellopni a nyerget. Na, milyen a világítás? Nagy fényerejű ledes lámpák, ezt látom, ez jó. Igen, és olyan lámpák, amik gyakorlatilag folyamatosan világítani fognak, mert hogy dinamos rendszerrel úgy vannak megoldva, hogy gyakorlatilag elől is, hátul is, függetlenül a napszaktól, te világítani fogsz. Szerintem egyébként ez a 30 perc ingyeneség, ez úgy lehet, hogyha neked van egy bérleted, vagy van egy jegyed, vagy valami, ami mondjuk napra szól, órára szól, két órára, három órára, igen, akkor abból az első X idő az, ami valószínűleg díjmentes. De hogyha fél óráig ingyen biciklizél, majd visszarag, az miért érné meg a telepítőknek, meg a fővárosnak, azt nem hiszem. De ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon és, jó kezdeményezés. Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ez tényleg baromi sok helyen van már, ennek abszolút itt volt már az ideje, hogy nem kell neked azon gondolkodnod egyébként, hogy bevidd a bringádat, hogy mit csináljál a bringáddal, hogy hova tett, hogy hol tárold, kiveszed, lerakod, kibérled, visszaadod. Így van. Ez egy baromi jó, baromi egyszerű dolog. És ugye nem kell majd mondjuk odafigyelned arra, hogy mondjuk van-e ott metró, van-e ott roli, van-e ott villamos, van-e ott valamilyen tömegközlekedési eszköz, mert ezzel a járművel gyakorlatilag olyan pontokra is eljuthatsz, ahova ezekkel a járművekkel közvetlenül nem. Ugyanakkor nem egy sporteszközről van szó, tehát itt erre a dologra nem úgy kell gondolni, hogy akkor majd felveszed, tekesz vele egy órát minden nap, aztán visszateszed és hazamész lezuhanyozni. Ez nem sporteszköz, ez egy közlekedési eszköz. Ez egyébként melyik bringához hasonlít, a régi Csepe, vagy Tacskó, vagy ezek mi a milyen? Anyáméhoz. Tényleg ezek mik voltak? Talán a régi... hát
Mi nézett így ki? Mert a kemping nem ilyen volt. Ugye annak egy vékonyabb, ilyen kicsit ilyen más szögű állása volt. Volt a tacskó, ugye? Az, annak más volt a kormánya. Nem, ez nem? Egy, úgy néz ki, mint egy ilyen régi női csepelbringa. Ugye középen nincsen váz, praktikus okokból kifolyólag. Ugye ennek korlátozunk már egyetlen nemre a használatát. Szerintem egészen pici gyerekek nem fogják tudni, ez igazából ez egy felnőtt kerékpár. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon masszív konstrukció. Úgy is van amúgy kialakítva, hogy például elő van rajta egy csomagtartó, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert az ember mégis, mikor utazik a város, mindig viszel magaddal valamilyen kis tatyót. Ezt elő lehet rögzíteni egy kis csomagtartón, ami még pluszba egy nagyon praktikus gumipók, egy személy használatja, itt a hátsó részére nem nagyon lehet ráülni, ahogy látom. Egyébként hát, igen, az nem arra alkalmas, vagy nem arra jó, hogy te hátul vigyél valakit. És nem egy könnyű szerkezet. Igen, de ide valaki, hogy ez már régi mutatvány, a 8 kerbe felpattansz egy bringára, a 13-ban a bolt előtt már más tekerbe lesz. Igen, hát azért mondom, hogy az tehát, hogy valljuk be őszintén, ilyen szempontoknak, vagy ilyen szempontokat is figyelembe kell venni. Hát arra azért nagyon kíváncsi leszek, hogy hány rendőr éri majd tetten a tolvajt a képen, egy flexel, egy feszítővassal, valahol az egyik ilyen letevő állomásnál próbálja iszonyatosan felfeszíteni hát a csavarokat, tehát hogy az biztos, hogy a bubisbiringa tolvajt majd egy másik bubisbiringán fogja üldözni a rendőr. Nem, tudod, mi lesz a megoldás? Ki is találtam? Na. Segítsek most a tolvajoknak? Ne segítsek. Eddig ugye mi volt? Nem akarok, nem, hát úgyis eszükbe jött, hát sokkal ravaszabbak nálam, hát nem nézik. Figyelj, na. Mi történt eddig? Leraktad valahova a bringádat, akkor vitték el. Ugye? Ez most jelen pillanatban lehetetlen lesz, mert hogy A-ból B-be mész, és ott ugye az őrzőhelyeken rakod majd le, ahonnan nem lehet elvinni, mert el vannak rejtve a csavarok, betonba varakva. Mi lesz? Húsángos bringatolvajok fognak leütni téged a bringáról, mert hogy tudják csak elvenni tőled a biciklit, amikor menet közben vagy. De jó. Tehát a régi letámasztom a bringámat, és ellopják az ajtó elől, bolt elől, az megszűn. Mi történik? Lepofoznak a bicikliről, durvulni fog a helyzet, és menet közben egy ajtó mögül kilépve, hanyat vágódsz, neked megterelik a kártyádat a bringásról. Csak ez lehet. Hát ezt te már nem viszed el a dokkolóból. Látod azokat a dokkolókat? Igen, nagyon hát masszívak. Onnan semmit nem viszel el. Tehát óvatosan kell menni. Minden egyes kanyarban. Vagy kerülő utakon. A kertek alatt. Vagy szirénát kell tenni a fejedre, vagy minden kanyarban ugye le kell húzni a fejedet, nehogy aztán ott valaki egy húsánggal megállítsa. Írják hallgatóink, hogy egy csomó városban ez már működik, én ezt nem tudtam, de az jó, hogy Pécsen, Esztergomban ez a rendszer, ez már megy, vagy elindult, nyilván ez vagy valami hasonló, nem tudom, de hogy ott már van ez a közbringa rendszer. Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon szimpatikus, nagyon szimpatikus, egyébként az egész kezdeményezés nekem nagyon bejön. Én azt nem tudom, hogy mi van akkor, ha például az a bringa dokkoló, az már tele van. London, ezt nem tudom, itt hogy csinálják. Londonban úgy csinálják, hogy folyamatosan megy egy szállítókocsi, ami ezeket üríti. Tehát, hogy folyamatosan figyelik a dokkolókat, és ami megtelik, abból elvisznek kettőt, ahol elfogy, oda átpakolják. Tehát van egy kocsi, aminek az a feladata, hogy nézze a fogyást, nézze a használatot, és nem hagyják soha betelni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig kell, hogy legyen üres hely. Ahol viszont nincs bringa, oda töltenek. Tehát a plusz kettőt elviszik a mínusz kettes helyre. Érted? Aha. És folyamatosan járkálnak, és nézik a helyeket, és töltik a rendszert. Hát nyilván itt is valami ilyen lesz, hogy ne az egy, hogy mit tudom én, a Klauzál téren 600-an vannak egy helyre 4 órája, nem tudom, a Lövölde téren pedig még nincs bringa. Tehát itt egy rendszerfigyelés mozgatja a bringákat. Tehát ezt itt is így fogják csinálni szerintem. Ez egy jó rendszer, jól ki van találva. Nagyon, és tényleg egy marha jó kis minőségi cuccról van szó, szóval amúgy van rajta még sebességváltó is. Ami nagyon érdekes, lehet, hogy leül majd valaki a központban, és látja, hogyha én letérek az előre megadott útvonaltervről, akkor dokkolja a bringát, és dobok vele egy hátast. Tehát ez lehet? Nem, akkor bekapcsol egy önmegsemmisítő szerkezet az ülés alatt. Tehát egy ugyanolyan irányító torony lesz. És lerobban a segged. Egy ugyanolyan irányító toronyot el tudunk képzelni, mint a repülőgépeknél, ahol be kell jelentkezni, ha előre letérsz az útvonalról, vagy van ezekben GPS tényleg? Tehát én valahova, valami nagyon fura területre megyek. Mondjuk elindulok egy méhtelep felé. És látják, hogy hop-hop-hop, már ott vagyok a kőbányán egy méhtelepnél. Dokkolják a bringámat, hogy ne érek el a méhtelepre? 86-010-es. Álljon meg! Letért a hivatalos útvonalról. De tényleg, ki fogja ezt nézni? Van benne GPS? Vagy lesz benne GPS? Igen. Van. De rejtett jeladós GPS? Hátul. Ott mindig hátra kell néznem, hogy lássam, hol vagyok. Tehát nem kell sokáig keresgélni, hogyha el akarod némíteni egy GPS-t, ott van hátul, jelzik is rajta. Ne! Tehát a hátsó részét kell szétszedni a bringára. Na jó, de és ez kinézi azt a GPS-t? Az nekem egy iránymutató GPS, vagy csak a bringában egy jeladó? Az gondolom egy bringában a jeladó. Tehát olyan, mint a repülőgépen ezek a transponder dobozok, amiket ugye használnak. Gondolom ez ugyanaz. Így van. Pontosan olyanok, mint a transponder dobozok. Csak hát szerintem valami olyan helyre kell egyébként elrejteni ezeket a GPS-eket benne, hogy mondjuk ne férjen hozzá senki. Hmm.
Mondjad? Már mondtam. Mit mondtál? Na, nem figyeltél mi? De nem, kinéztem a Lacira egy pillanatra. Na! Úgyhogy egy rettenetesen jó kezdeményezésről van, szóval szerintem az első között fogom kipróbálni. De neki nincs is bankkártyád? Vagy na, van? Nem, most próbálom ki. Itt most még ingyen meg vagy, vigyél már ki egy körre. Itt van velünk Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatója. Hello Dávid, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Dávid! Dávid, hát de jó hallani hangot. Futottál, vagy edzettél, vagy mit csináltál éppen, mert kicsit lihegsz? Ja nem. Nem? Sziasztok, csak éppen egy lépcsőn mentem fel, de itt vagyok. Sziasztok. Aha, hallom már. Én is éreztem, pedig úgy képzeltem el, hogy úgy kezded minden reggel, mint az amerikai pszichóba, Christian Bale. Hogy felállsz az ágyba, rögtön lefekvő, támaszba, után egy kis szoli, után különböző kis naptej, krémek, akármi testápoló. Ne, de sose tudjuk. Egy igazi profi. És egy kis bicajozás. És egy kis bicajozás, bubis bringával. Na, ez áprilisban tényleg indul, Dávid? A biciklik készen vannak, azokkal már semmilyen teendőnk nincsen. A dokkolóállomásokat építi a kivitelező, azt már egyre is. Több helyen föltűnik a városban, lehet látni a belvárosban. A 75-ből még körülbelül csak a felének, a felével vagyunk, vagy készen, vagy ott zajlik a munka, de április elejére azok is meg lesznek, ott nem látunk különösebb gondot, és a szoftver, az adja az egész rendszernek, ami ezt működteti, ez is lényegében készen van, már tesztelik a kollégáim, tehát jelenleg minden jel arra mutat, és bizakodók vagyunk, hogy ezt április elején át tudjuk adni. Nyilván minden ilyen projektben azért van egy bizonytalanság az utolsó pillanatig, de én bizakodó vagyok, hogy ezt áprilisban át tudjuk adni a közönségnek. Alapjában véve tudom, hogy vannak különböző változatok, hogy hogyan működik, de amikor én oda megyek, nekem van egy bankkártyám. Akarok kivenni egy bringát, innentől kezdve mi történik? Kétfajta felhasználási mód van. Az egyik a, alapvetően azoknak a budapestieknek, illetve ingázóknak, akik hévvel, elővárosi vasúttal, egyebekkel bejönnek Budapestre és használnak rendszeresen a MOL-Bubit, hogy előre regisztrálnak valamelyik ügyfélközpontunkban, ez ugyanúgy egy alá kell írni egy szerződést, mint hogy az ember egy, nem tudom, mobiltelefon előfizetést vásárol, vagy nyit, vagy egy bankszámlát nyit. Ezáltal nyilván kell felelősséget vállalni azért, hogyha valaki a biciklit elviszi, de viszont cserében nincsen kaució, hanem egyszerűen ki kell fizetni az éves bérlet árát, ami kevesebb, mint 20 000 forint lesz. Sőt, ha valakinek van tömegközlekedési éves bérlete, akkor féláron lesz, tehát akkor kevesebb, mint 10 000 forint lesz. És ezért egy éven keresztül bárhányszor elviheti a MOL-Bubi biciklijeit, akár éjszaka, akár nappal, akár a csúcsidőben. Viszont a dolog kicsit olyan logikán fog működni, mint ha húztatok egy ilyen párhuzamot, ha már a mobil előfizetéseknél voltunk, ugye ott is van egy havidíj, amiért valamennyit el lehet beszélni, ez itt is így lesz. Tehát ezért az éves bérlet áráért mondjuk 5000 forintért lehet használni a rendszert, utána már a további használatért fizetni kell. Ami a szabály lényege, hogy fél órára, ha valakinek van bérlete, annyiszor viszi el a biciklit, ahányszor akarja, az díjmentes. Viszont ha valaki fél óránál tovább használja, azért már fizetni kell egy idő arányos díjat, minél többet használja, annál többet. Ez azért van, mert az a célunk, hogy mindenkinek jusson bicikli. De ez nagyon szimpi egyébként, hogy akinek bérlete van, az fél óráig tekerhet tök ingyen. Igen, és ha visszateszi, el is vihet egy másikat rögtön. Csak az a célunk, hogy valaki ne csinálja azt, hogy a biciklivel reggel elindul, a munkahelyére beteszi, aztán délután visszaviszi, mert akkor nem lesz elég bringa a rendszerbe. Tehát ezért van benne ez a plusz. Sokaknak úgy tűnhet, hogy bonyolítás, de azért van kétfajta fizetési mód, hogy egyszer kell vennem egy, ha úgy tetszik, hozzáférési jogot egy időszakra, utána pedig egy használati díjat kell fizetni fél óra után, hogy mindenki visszavigye fél óra után a biciklit. A másik fajta mód az lényegében ugyanez a logika, csak nem egy évre veszel bérletet, hanem egy napra veszel bérletet. Ez az, aki nem megy be az ügyfélközpontba, nem ír alá szerződést, egyszerűen a bankkártyájával oda megy bármelyik dokkolóállomáshoz, és vagy akár a mobil applikáción keresztül a bankkártyája segítségével fizet, és onnantól kezdve 24 órán át annyiszor veszi a fél órára a bringát, ahányszor szeretné, de ott is ugyanaz a szabály, ha fél óránál tovább használja, akkor már azért plusz fizetni kell. A napi jegy, ami 24 órára szól, az pedig 500 forint lesz. Azon belül 24 órán keresztül fél órákra annyiszor viszed el a bringát, ahányszor szeretnél. És ott van kaució is, ugye? Ott van kaució, ott egy 25 000 forintos kaució lesz. Hasonlóan ahhoz, mint na, amit... Na ezért nem éri meg ellopni a biciklit. Hát részben ezért nem éri meg ellopni a biciklit. Ezt nyilván amint lejárt a 24 óra és valaki a biciklit visszahozta, akkor ezt a 25 ezeres kauciót ezt feloldjuk a bankkártyáján, tehát ez már néhány banki munkanap múlva újra elérhető lesz a számláján. De éppen ezért arra számítunk, hogy azért ezt főleg turisták, illetve tényleg olyan emberek fogják használni, akik egyszer-egyszer kipróbálják a rendszert. Aki ezt már kipróbálta és megszerette, az valószínűleg bérletet fog venni, amiből nem csak éves lesz, hanem rövidebb időszakra is, és ott nincs kaució.
Mondjuk ez a néhány nap múlva hozzáférhet a saját pénze, ez olyan furán hangzik nekem. Tehát ez a 25 ezeres kaució néhány nap múlva lesz csak szabad újra? Addig mit csináltok vele? Megpörgetitek a tipmixet? Mi semmit. De ha hát szállodafoglalásoknál is lényegében ugyanezt a metódust azért sokan ismerhetik. A banktól függ egy-két munkanapon belül. Igen, a banktól függ így, amire ezt vissza tudják tenni. Figyelj, miből csináltátok magát az állomásokat? Tehát, hogy beleöntitek egy betonba, átvághatatlan fém, saválló, flex álló, nyilván különböző atrocitásoknak, ha érted, ki lesznek majd éve ezek az állomások. Tehát, hogy sikerült valami olyan rendszert kitalálni, hogy egy napon belül ne tűnjen el az összes dokkoló rendszer az összes bringával együtt? A miből kapcsán egy fontos dolog, bár szerintem nem erre gondolsz, de azért fontos elmondani, hogy ez 85%-ban uniós forrásból épül ez az egész rendszer, illetve a többit a fővárosi önkormányzat biztosítja, mint egy kiemelt projekt finanszírozása. Pont ez nem erre gondoltam, de nem tudott volna másképp ez létrejönni, és ez néha nehezebb ezt a részét biztosítani, mint hogy milyen anyagból legyen. Maga az állomás egyébként úgy van kiépítve, hogy ne lehessen egyszerűen, nem tudom, költeni egy platóra is elvinni, tehát rögzítve van a burkolathoz. Ugyanakkor nincsen olyan nagy alépítménye, vagy nem csatlakoznak hozzá a földből elektromos kábelek, hanem napelem biztosítja az energiát, napelemes energia biztosítja az áramellátását. Ez azért van így, kevés ilyen rendszer van egyébként a világon, azért van így, hogy gyorsan tudjuk mozgatni az állomásokat. Ha egy valahol lezárás van, csatornát építenek, felújítják a teret, bármi miatt át kell helyezni egy állomást, hogy ne az legyen, hogy be kell zárnunk fél évre, egy évre, és nem tudjuk áthelyezni, hanem lényegében egy éjszaka alatt kimegyenek a szakemberek, és át tudják helyezni egy utasorokkal odén. Ez mondjuk nagyon menő. Na, ez illetve nagyon menő. Ha az igények megváltoznak, és oda kell még tenni 20 biciklinyi dokkolóállomást, mert az látszik, hogy annyi igény van, hogy az mondjuk egy nagyon forgalmas állomás, akkor oda tudunk vinni további dokkolóállomásokat, és tudjuk csatlakoztatni szintén egy éjszaka alatt. Ez nagyon menő. Hány bringával indulunk így az elején? 1100 bringa lesz a rendszerben, ebből 1000-1050 darab lesz kint az utcán, ugye többit a rendszeresen karban tartják, illetve pörgetik a rendszerben, és 75 dokkolóállomás lesz, ami lényegében leszedi Budapest belvárosát, a Városligettől a Dunáig, a Pesti belvárost, illetve Budának a síkabb területeit, tehát magyarul a Szélkálmán tér, Batthyány tér, Gellért tér. De figyelj, hogy érted azt, hogy indulunk? Ez valamiről, ami nem tudok? Bontanom a közösen tolját ezt a bizniszt? én is beszálltam. Figyelj, ha engem egy húsánggal erről a bringáról leütnek, akkor azért nyilván napokig nem az én kártyám ketyek, tehát van valami lehetőség. Ha mondjuk tényleg ellopják, ugye? Mert eddig álló helyzetben loptak a bringákat, hát szerintem most megindulnak a mozgó támadások majd, mozgó célpontokra, hogy akkor azért van valamilyen lehetőség bebizonyítani, hogy nem én loptam el, nem? Nincs ez másképp, mint hogy kibérelsz egy autót, és azt nem tudom, ellopják. Aha. Tehát ilyen rendőrségi feljelentést kell tenni, és amennyiben ez megtörtént, akkor nyilvánvalóan mi azt feltételezzük majd, hogy ez valós, és egészen addig nem feltételezzünk mást, amíg a rendőrség azt nem mondja nekünk, hogy hoppá, itt aki azt mondta, hogy ellopták, annak valójában ott van a garázsába. Tehát egészen addig, ameddig eltérő nem derül ki, addig ez természetesen a rendőrségi nyomozás van. Elhisztük. Egyébként nem számítunk arra, hogy nagy lopási hullám indulna, azért is tesszük ezt egyrészt, mert van több védelmi rendszer a Molbobiban, másrészt a külföldi városok tapasztalatai, és most nem csak távoli nyugat-európai városokról, hanem akár Varsóról is beszélve, azt mutatják, hogy elég alacsony, ilyen 3-6-10 darab bicikli tűnt el a rendszerből, például Varsóban az első évben. Ugye háromféle védelmi rendszer lesz. Az egyik az, hogy eleve ugye, ahogy mondtam is, azonosítás lesz, tehát mindig tudjuk, hogy ki használja a biciklit, vagy a bankkártyáról, vagy arról, hogy előtte aláírt egy szerződést, és a személyes adatait bemutatta az ügyfélszolgálaton. Tehát csak úgy egy papírezressel nem lehet biciklit majd igénybe venni anonim módon. Na minden esetre azért mit teszteni fogjuk ezt a dolgot annyiban, hogy amikor beindul a rendszer, és Balázs először fogja használni ezt a biciklit, mindenkit arra kérünk, hogy próbálja meg egy húsánggal leülni róla. Igen, de azt nem tudod, hogy a te lopott kártyáddal fogom kívánni. És mi a másik kettő gyorsan, aztán kifutunk az időből, Dávid, csak hogy mindegyik bicikliben van egy műholdas nyomkövetőrendszer, illetve a harmadik, hogy olyan alkatrészekből áll össze a bicikli, ezek magyar biciklik egyébként, az első ilyen közbringa rendszer lesz a világon, ahol magyar csatár biciklik lesznek. De benne. Jó, tök jó. Ez hát nagyon jó. Ezeknek a bicikliknek olyan alkatrészei vannak, amelyek semmilyen más bicikliben nem beszerelhetők, tehát ezeket szétszedni és elvinni róla egy pedált, vagy bármilyen más alkatrészt nem éri meg. Tök egyediek akkor, csak ez a rendszerhez készülnek. Jó. Tök jó. Nagyon drukkolunk, ez egy jó dolog. Én ezt annyi helyen láttam már, és mindig úgy hiányoltam egyébként, hogy de jó lenne, ha már ezt lehetne csinálni itt is. Ugye egy-két városban már Budapesten kívül elindult, hát reméljük, hogy itt is
ez sikerülni fog, és sokan fog én szeretni. Én tudni biztos vagyok benne, hogy sikerül. Nagyon, nagyon jó kis rendszer, ez jól van. Ez vihet-e engem Balázs az első csomagtartó, mert most nézem, hogy pont kompatibilis az ülepemmel. Nem. Na az jó, a rövid válasz. De viszont olyan csomagtartó van, hogy oda tényleg minden egyéb tudtot be lehet pakolni a Balázson kívül. Oké, okay. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, ciao, köszi. Hello, Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatója. Gyerekek, ez egy jó dolog. Ennek örülünk. Ha ez működik, jó lesz, nem lopják el, töltik az állomásokat, akkor megint valamivel többek lettünk. Ez mindenképpen jó. Hihetetlen, milyen profi nyilatkozó. Nem, hogy arra is válaszol, amire nem kérdezünk rá. Hát, gyerekek. Imádok vele beszélgetni. 7:30 pontosan 7 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafan csalogányai. 9:00 pontosan 8 óra. Hello mindenkinek. Hello Jani. Szia, jó reggel. Itt vagyunk, és játszunk is. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Sasa? Yeah. Hello, Sasa. Hello. Sarolta? Sasa. Sasa, de Sarolta az igazi? Aha. De azt ne? Igen. Nem szereted? Nem. Utálod? Sasát megszoktam. Ah, igen. Honnan hívsz minket? Budapestről, egyben dolgozom. Mit csinálsz? Projektadminisztrátor vagyok. Projektadminisztrátor. De jó, neked én is azt szerettem volna lenni, csak mondták, hogy az én képességeimmel nem jöhet össze. Hát pedig nyugodtan szerintem tudnád csinálni. De mit csinálni? Szkennelni kell. Szkennelni? Ja. Aha. De milyen menő neve? Projektadminisztrátor. Hát, jó, ez menő. Ez menő. Igen, minden foglalkozásnak megvan már egy ilyen modernizált neve. Uh-huh. Segít neked valaki, vagy egyedül játszol? Egyedül játszom, illetve itt van egy kollégám, de ő éppen telekonferencián van, úgyhogy... Ja! De ő is projektadminisztrátor, aki most éppen... Nem, ő mérnök. De ő a telekonferencia adminisztrátor. Aha. Tessék? Semmi, mindegy. Oké, okay. Okay, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Oké. Okay. Elrepültek? Igen. Elrepültek. De aranyosak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Sasa. Ennyi? Simply the best? Az? Mi van? Jézus, mi van? Atya, úristen! Ezt hogy találtad ki? Nem tudom. Azt szokták mondani, hogy élő rádió vagyok. Jézusom! Nem tudtam jobbra nézni a monitoromra, hogy ez mi ez? Mi ez? Szép volt! Ügyes vagy! Köszönöm, juhu. Nagyon nagy vagy. Ez egyszerűen megdöbbentő volt. Igen. Köszönöm. Ez pedig még nem éltem akkor. Mikor vagy? 90-es. Nem, azt nem hiszem el. Nem, akkor már nem születtek. Jézusom, meg se hallottam. Úristen. 90-es. Hát konkrétan a lányom lehetné. Igen. Atya Isten, Jani, nagyon-nagyon öregedünk. Igen. Ki is vettük a bögrét. Bizony. Ne! Sosem, minden benne van. Jó, bögre? Jó, szuper, köszönöm. Pasztartó egéről látni. Basszus. Bögre. Nem jó? Az a valami egyébként, hogy öregszünk, hanem hogy rajtad látszik is. Máhogy rajtad, igen, kösz. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Ügyes vagy, ez szinte rekord. Köszönöm szépen, köszi, hello. Ciao, hello. Te jó volt. Közben kipróbáltam egyébként a bubit, és nagyon fura volt egyébként. Már mi volt fura, hogy tekerni kell? A gumi, hát ismered ezt az érzést. Az nekem mindig fura. Tömör a gumija. Nem tömlős, igen. Óriási. De picit fura tőle a haladás, de nagyon jó kis bringa. Igen, ez ilyen tömör gumikerék tulajdonképpen, egy defektmentes abroncs menő. Jól van, csütörtök van, érkezik hozzánk a mi drága Gáborunk, Mr. Puliszka, Mr. Tönkőbúza, Mr. Zabkorpa, és vele folytatjuk, mert hogy így van, az elmentes övezet jön, úgyhogy mindenki hegyezett drága kis fülecskét, jövünk nagyon sok hasznos információval a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, ez a Morning Show, klasszon, hello Jani! Szia, Bali! Feri ma nincs, nem arról van szó, hogy csendes, depis, rossz kedvű, nem, elvesztett nem. Egy fogadás, nem akar megszólalni, nincsen, sem ma, se holnap, se hétfőn, se kedden. Most jelenleg is már úton van Bongiorno felé, aki es Olaszországba. Így van, elindult egy kicsit, elvitte az ő békáját, és kalandoznak a messzi Livignóban, vagy Lignanóban, vagy hol mennek? Valóban, így van. Mentek. Így van, igen. Buena Vista-ba mennek, azt hiszem. Piano. Egyébként így van. Piano. Az, piano. A messzi piánóban. Bizony, igen. Illetve, hogy beugranak Adriano Cseles csávóba is.
És ha már ott vannak, akkor természetesen természetesen be fognak ugrani némi alkatrészért is az Alfa gyárba. Hát nézd, igazából minek megy azt ő sok kis kereskedőn keresztül, nem? Ha a, forrás, a forrásból is. Én mindig mondom a Ferének, hogy Feri, te nem autót vettél, nem Alfát. És ez abszolút bologat. Tehát ezt el kell, hogy ismerjem. Ahhoz képest most jött ki az autóm a szervizből. Tényleg kérdezés akartam, láttam az udvaron, hogy megcsinálták, vagy kaptál egy újat? Nem, elvitték, megcsálták, igen. Tudod, vannak ezek a gyári visszahívások, hát még nem nagyon tudod. Honnan tudnám, hiszen megbízható japán autónk van. Van, amikor a gyár visszahív, mert hogy kijön egy autó, és visszahívja a gyár, mert találnak valamit, csak az összes modellt visszarendelik. Na, csak szeretném mondani, hogy ez történt, mielőtt a Feri szétkürtöli, hogy esik szét az autóm darabokra. A gyár visszahívja ezt a típust, visszaviszed, és akkor ott megcsinálja. Ja, én meg már azt hittem, hogy megrepett az ében fa műszerfal. Igen. Megrepett a márvány borítása a váltómon, és megsérült a gyémántpor. Ja, kipattat véletlenül a foglalatból néhány Swarovski kő. Igen, nyilván, igen. Nem tudjátok, miért áll szinte mozdulatlan a Kerepesi út befelé? Kérdezi valaki, a válasz nem. Viszont megválaszoljuk, ha egy drága hallgatónk elküldi nekünk, azonnal mondom, ahogy van info. Eger és Kerecsent között a 6-os és a 7-es kilométer között trafiznak egy rendőrautóból, üzente Laci. Nagydobos lesik, ezt nem értem, Nagydobos lesik a Máté Szalkára tartókat a kékruhás csillagharcosok, fürkészik az utat és a kristálygömbökre vadásznak. Úristen, ráfűztetek ezekre a nagyon bonyolult, ám de hangzatos trafi jelentésekre. Csak akkor a szellemes. Mérnek a 8-ason a Somlóvásárhelyi elágazásnál, ezt Ádám küldte nekünk, és a Káli kihajtó előtt az M3-ason Miskolc felé egy defektes kamion teleszórta a pályát alkatrészekkel, nagyon veszélyes, ez pedig Feró küldte nekünk. Hello fiúk, tegnap megkaptam az ajándékcsomagot, nagyon szépen köszönöm, azért lenne egy kérdésem, nem volt benne bögre, az nem az ajándékcsomaghoz jár. Anna, csekkod, légy szíves, jó? Fontos, hogy mindenki megkapja az ajándékát. Bejelöltem neked, hív föl, Léci, ha nem kapta, meg küldünk. Jó? Így van. Ha megkapta, elnézést kérünk, hogy megkapta. Pontosan így van. De hívjuk föl. Lehet, hogy drága hallgatónk, úgy nyertél, ahova nem jár bögre. Tehát mondom én neked például a hármas ugrást, ha megnyerted, akkor ott ugye morning show-s óra van, ott nincs bögre. Variáltunk egy kicsit, úgyhogy Anna mindjárt hív, csekkoljuk, ha valami hiányzik, pótoljuk természetesen. Így van. Vagy ki most az én bögrémet is azonnal postáljuk neked, mert te vagy a legfontosabb számunkra. De most ezt nekem mondod, mert rám néztél. Nem, mert most mindenki nézik ilyenkor az álmennyezetre. Nézi ilyenkor valakire, hogy ne értsen félre, hogy te vagy a legfontosabb. Mutass az éterbe. Na, csütörtök van. Ez pedig azt jelenti, hogy egy kis fejtágítás, tudatágítás. Nem kell nagyon megrémülni, ma nem hozzuk senkire a frászt, nem ijeszgetünk senkit, hogy mit tegyen, mit ne egyen. Nem akarjuk az komplett magyar lakosság kedvét elvenni a táplálkozástól. Csak okokat kutatunk, és megpróbáljuk megnézni, hogy mi történt az elmúlt 50 évben. Megjött hozzánk a mi drága Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gyerekek, dőjetek hátra, nyugodjatok meg, itt vagyok. Semmi gond. Jó, semmi jó. Gond. Én ilyenkor már így picit látod is rajtam, hogy vonásaim ilyen hirtelen így elsimolnak. Bali, itt van, hoztam Gabit, ketten megoldjuk ezt a dolgot. Bali és Gabi, megold mindent. Kisimultál? Aha, felvették már belőle a kapcsolatot egyébként a Terminátorötnek a producerei, hogy szeretnék majd azzal megcsináltatni az új filmnek a trailerét, aki ezt a szignált csinált. A Viktor csinálta, a szöveget én írtam. Nem mondta, hogy nem jó. Ketten együtt. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt. Örülök, hogy ismét itt lehetek, és hát újság az van, mert ugye a héten történt egy-más, mint tudjátok, hogy volt egy-két hús probléma. Igen, ezt a forgalomban. Na, ezzel akartam indítani, de hát annyira sokat jössz, hogy abszolút egy rugóra jár az agyunk. Tehát hogy van az, mondd meg nekem tényleg, hogy most már kimegyek a piacra, érted? Tehát nem is valamilyen üzletbe, hanem a piacra.
és ott is mindenféle kiváló hazai termékeket árulnak nekem úgy, egyébként kistermelők, hogy közben nem magyar termék, ugye? Belga, vagy nem tudom honnan hoztak. Igen, pont ez történt, hogy magyar húsként hozták forgalomba azokat a termékeket, amik nem Magyarországról származtak, és ugye ez alapvetően nem egészségügyi, hanem inkább mondanám azt, hogy jogi problémákat okozott. Mondjuk az a kis fűszer paprika, amivel készítették, az ugye hát már lejárt volt, de maga a hús az fogyasztható volt, úgy tudom. Ugye a hatóság közé is tett a megfelelő videót, zenés videót a honlapján. A lényeg az, hogy jó figyelni arra, hogy ugye mi korábban beszéltünk mondjuk az üzletekről, az élelmiszeriparról, és ezzel azt a látszatot, vagy azt az üzenetet mondhattuk el, hogy akkor mindenki rohanjon a piacra, és akkor semmit ne vegyünk az üzletből. És most jön a másik oldal, hogy látjuk, hogy ugye ezek a húsok, amik nem tiszta módon lettek ugye eladva, ezek a piacon is értékesítésre kerültek, és itt szabad elmondanom talán, hogy azért már a piac sem a régi. Hát igen, meg a piacon ugye úgy veszek húst, hogy nincs rajta címke, nem? Vagy egy csomó helyről nem tudom, tehát hogy van, igen, ahol előre csomagolva, azért valamit legalább látok rajta, de nyilván a piacra azért könnyebben, igen, kerül be. Igen, ennek ellenére én azért a piacot még mindig respektálom és becsülöm, illetve hozzáteszem gyorsan és sietve, hogy a normál üzletekben is kaphatóak rendkívül jó minőségű termékek, amelyek jelölve vannak címkével. Ha hiszitek, hanem külföldön a piacokon már terjed az a módszer, hogy a kereskedő kiteszi a termékei mellé a saját szertifikátot. Tehát azt a papírt, ami igazolja, hogy ezt állatorvos látta, ezt a terméket. De jó. Hogy megkapta a pecsétet. Tehát én szerintem arra kell, hogy haladjon Magyarország is, hogy előbb-utóbb érdeke lesz minden tenyésztőnek vagy termesztőnek, hogy a termékei mellé akár gombát termel, akár húst termel, kitegye azokat a fontos hatósági papírokat, hogy az ő áruja tiszta és jó és engedélyezett, és onnan származik, ahonnan ő mondja, sőt, akár fotókat is ki lehet tenni, mint a külföldi kiállításokon, hogy amit együtt látunk, fejik a tehenet. Igen. Azért ez bizalmat kell, remélem, hogy erre felé haladunk. Hát erről beszéltünk, amikor ugye kivoltunk Kölnben, ott látod a komplett fázisokat a termelésnek, hogy bio, ugye, és akkor azt mondod, hát bio, persze nem bio, és akkor ott van maga a föld, utána ott van fotókkal, dokumentációkkal, igen, mindennel archiválva, és ezt ki is hozzák ezekre az expókra. Kistermelők kirakják, és minden egyes gyártási folyamatot te vissza tudsz ellenőrizni hivatalos papírokkal. Nagyon jó. Ez egy jó módszer. Akár a talajmintából is hoznak laboratóriumi eredményt, hogy lásd, hogy a talaj, amiből származik, az milyen mikrobiológiai minőségű. A gyártósort lefotózzák, a gyártásról videót hoznak. Nagyon-nagyon komoly bizalomkeltő szerepe van. Magyarországon kimész egy piacra, tisztelt a kivételnek, látsz egy darab húst, és nem tudod, hogy most az honnan származik, kivéve, hogyha jó kapcsolatban vagy a forgalmazóval, a tenyésztővel, a termesztővel, és tudod, hogy az ő termékei jók. Megmondom őszintén, hogy az én kedves szomszédom, ő érzékeny bizonyos élelmiszerekre, bizonyos vegyszerekre, és ami neki jó, azt én is fogyasztom. Uh-huh. Úgyhogy nálunk van egy ilyen szűrő, hogy uh-huh, ami a kedves szomszéd azt mondja, hogy étek fogod? Tehát amire ő nem reagál, azt kifogyasztuk. Előkóstolom? És mennyit vártok, ilyenkor körbeülítek, és nézitek, hogy megjelennek a pöttyök? Vagy általában egy-két lapot várunk. Már fulladt, ne becsöngetünk hozzá, megnézzük, hogy van, vannak-e kis piros urtikária pöttyök, tehát csalánkiütés az arcán, a bőrén, megnézzük a kezét, és hogyha rendben van, akkor azt a zöldségfélét megvesszük. Nagyon jó. De jó. Na, Gábor azért kezdi velünk fölvenni a fordulatszámot, nem? Egy ilyen egy hónapja még nem mosolyodott volna, most már legalább egy kicsit mosolyodott. Szerintem jó egyébként. Mindenki keresni is fog. Milyen szimpatikus, hogy nem a saját családtagjai kísérlete. Ez tök jó. Nem a szomszéd azt mondja, nem? És van olyan, hogy te viszel neki valamit, hogy elkóstolja meg? Vagy csak amit ő vesz, azt megveszitek is? Előfordul. Általában amit én viszek neki, attól, hogy hogy szokott lenni, de nyilván én sem tudok mindent megtermelni, hanem zöldségestől vásárolok. És nem mindegy, hogy ez a zöldség az milyen minőségű. Úgyhogy ti is szerezhetek magatoknak egy olyan embert, aki allergiás. Hát mindenki tudunk szerezni, ott van a te szomszédod, mert hozzá vagyok mi is, nem? Hát, azonnal. Nagy üzemben ehet. Csak minden harmadik lehet, hogy kiüti egy kicsit. Hát az én szomszédom, nem tudom, hogy vállalkozna arra, hogy mindenkinek ő előkóstoljon. Minden esetre felvetem neki ezt a kérdést. Lehetséges, hogy nektek más embert kell választani, de még azt átgondoljuk. Még az a baj, hogy nekem jutott eszembe, én csak, hogy nem járnánk elő Fekete Laci. Igen. Ő mennyi idő alatt úszítani elvált? Laci, valami? Meg akkor a testőröltő, hogy nem biztos, hogy megtalálnánk azokat a pöttyöket. Igen.
Meg a 16 francia krémesből, amit megeszik egy csapásra, bármelyik lehetett rossz, nem? Pont tehát, nem tudod, hogy most így van, mivel hát volt neki, a baj. Pont... Neki milyen gyomor sava van. Az, egy bicikli. A magmájgát marja a földön. A múltkor megevett két bringát. Fel se tűnt senkinek. Szerintem soványabb testalkatú, érzékenyebb nőt választhatok. A női szervezet mindig könnyebben reagál, jobban reagál, szerencsésebb volna, mint a fekete Laci. Én szerintem. Melyik igaz is. Na, hogy állunk? Jönnek a levelek szépen? Tudom, hogy jönnek a levelek, százasával jönnek a levelek, ennek örülök, igyekszem válaszolni, amennyire csak tudok. Igen, itt ugye mondjuk mindig, hogy ugye csak arra válaszolsz, ami nagyon-nagyon fontos, idézésen, tehát vannak ugye rangsorolva a levelek, vagy rangsorolva vannak, hogy ilyen szépen mondjam, és hát nem tudsz mindegyikre, mert több száz levél jön egy-egy adás után. Nekem fizikai fájdalmat okoz, hogyha nem válaszolhatok egy levélre bőven, és ugye Balázs mindig mondott, hogy amennyire csak lehet tömören, hogy minden levélre jusson idő, de ez nekem nagyon nehéz ezt így megvalósítani, de igyekszem, másokat fejlődtem. Grafomán vagy egyébként, mint a Jani, konkrétan. Én mindig kézzel írott levelekkel válaszoltam régebben azokra a kedves hallgató levelekre, akik megtaláltak engem mindenféle rocktörténeti kérdésekkel. Na hát. Na, amiről akarunk beszélni, most nem konkrétan egy termék, inkább próbálni megfejteni, hogy mi a fene történik Magyarországon, mert ugye azt az ember mindig hallja, hogy ugye genetikailag mennyire jók vagyunk, meg erősek vagyunk, meg így a magyar nép, meg úgy a magyar nép, meg mennyire féltek tőlünk itt évszázadok alatt. Mégis ugye tulajdonképpen mindenféle rossz statisztikai kutatások élén végzünk, ha a különböző betegségeket nézzük. Gerincfeldülés ugye genetikailag a hátrafelé nyilazástól. Konkrétan köszönöm, nem teljesen elgondoltam, de mindenféle érelmeszesedés, mindenféle táplálkozással kapcsolatos gondok, ugye, és minden, ami ezen témaköré csoportosítható. Hogy egy egészséges nép vagyunk, de mintha itt az elmúlt 50 évben egyszerűen mindenféle statisztika élére ugrattunk volna. Ennek mi az oka szerinted? Igen. Egy kicsit visszacsatolnék arra, amit mondtál, Balázs, hogy lovas nép vagyunk, azt mondják, és lehet, hogy ez most tényleg viccnek is jó volt, amit Jani mondott, hogy ugye hátranyilazás, meg igazás, de azért képzeljétek el, hogy lovon ülve, miközben ugye lovagolsz, aközben mondjuk lősz is. Tehát ez milyen fizikai erőt igényel, és szó szerint így van, hogy a magyar nép ugye az annyiszor keveredett, úgymond, hát ilyen rajtunk átmenő más népekkel, ha szabad így mondani, hogy vérfrissítés jött létre. Most ezt a pozitív értelemben mondom. Ez azt jelenti, hogy a gének pozitívan is cserélődtek és változtak. Hmm. Tehát egyébként ezt tudományos előadásokon és szimpóziumokon is mondják, hogy a magyar ember genetikája kifejezetten friss, stabil, erős. Tehát nekünk nem szabadna ilyen betegnek lennünk. Na de a megbetegedések száma az elmúlt 25 évben ugrásszerűen megnövekedett Magyarországon. Igen. Mi az oka? Tehát hol rontjuk el? Nyilván sok szempontból ugye a táplálkozásnál kell keresni, de mégis mit rontunk el? Hát kimondom a kulcs szót, hogy étrend és életmód. Egészen konkrétan születés után rontjuk el, ami azt jelenti, hogy az anyateljes táplálás után jönnek azok az ételek, hogy esetleg ugye a szülő, amit eszik, ugyanazt adja a gyerekének, mondjuk a 2 éves gyermekének, csak pépesítve. És elterjedtek azok a nézetek, hogy hát minden tehet már a gyerek. Régen lehet, hogy ez így is volt, de ma már nem. Ugye amióta elszámok vannak, amióta vegyszerek vannak, külön készülnek gyermekek számára ételek, sajnos készülnek ugye más termékek is, de ugye a szülők tudják, hogy mi az, amit ad a krumpli, a rizs, hát a zab, ha szabad mondani. Gyerekek meg tudják kedvelni a zabot. Ott vannak a borsófélék, a lencse. De visszatérve a kérdésedre, szóval a probléma alapvetően az a fiatal felnőttkor. Elvégzem az iskolát, akkor még ugye van sport, még sok mindent eléget a szervezet, a fiatal szervezet, majd 20-25 éves kor után megindul ugye a férfiaknál a hízás, a pocakosodás, hölgyek is elkezdenek hízni, nincs annyi idő a mozgásra, és ezért már 30 év fölött Magyarországon kifejezetten a civilizációs, ugye úgy mondjuk, hogy nem fertőző, tehát szív- és érrendszeri betegségek, rákbetegségek, emésztőszerpanaszok megjelennek. Ez konkrétan a II. Világháború után indul el. Igen, itt mindig a túl sok állati fehérjét mondják, ugye? Meg az arra emlékszem, hogy az őseink, apáink, nagyapáink ugye rengeteg húst ettek, vagy szalonnát ettek, hagymát ettek, kimentek a földre dolgozni. Ott is volt állati fehérje, csak ott mi volt a különbség, hogy ledolgozták, itt meg most az elmúlt 20 évben megesszük, de nem dolgozzuk le. Így van. Képzeljétek el, hogy a régiek heti egyszer ettek húst. Mikor az igen, nyilván drágának is számított, ugye? Igen, tehát szegénység is volt. Igen. A szegénység az bizonyos szempontból segített az egészségi állapoton. Általában a hét végén, mondjuk vasárnap ettek az emberek mondjuk rántott húst. Hétközben szalonna, illetve kolbászfélék lehettek, de gyorsan hozzáteszem, hogy régen a disznóvágások azok úgy történtek, hogy még a következő év szüretik ki kellett tartania
azoknak a húsoknak, amiket készítettek. Ezért nagyon óvatosan bántak vele, és az a szalonna, amit megettek mondjuk a földeken, azok ugye elégtek. Jól tudjuk, hogy az elfogyasztott zsiradék, ha azonnal elkezdek mozogni, sportolni, azonnal ugye a zsiradék azonnal a vérbe kerül, és azonnal el is ég. Hát az nem rakódik le. De hogyha én ezután mondjuk leülök a számítógép elé, vagy nem megyek el futni, nem sportolok, akkor az teljesen betölti a keringést, és elindítja azt a folyamatot, amit úgy nevezünk, hogy érelmesesedés. Tehát mondjuk nekik, hogy ott volt ugye sport helyett, lehet így mondani, ez a 8-10 órás, vagy akár még több fizikai munka is, amit mondjuk munkával töltöttek, az nekik nyilván elég volt. Meg ugye azért, amiket ők fogyasztottak a hús helyett, vagy hús mellett, azok a gabonafélék, meg ezek a mostanában újra felismert, de egy időben egy picit így háttérbe szorult, vagy elfelejtett gabonafélék, mint a hajdina, a köles, stb. Azok sokkal így egészségesebbek van. Voltak, mint ezek a fehér lisztből készült dolgok. Így van, erősebb is volt a fogazatuk, a hajuk, a köröm mindenképpen, és a hölgyek és a nők és az asszonyok otthon dolgoztak. Ők húzták a kútból a vizet, stb. Stb. Még a nagymama is dolgozott ugye a házi veteményesben, hiszen nézzétek meg, hogy ma egy idősebb ember tisztelt a kivételnek, otthon ül, esetleg bekapcsolja a televíziót, de ugyanúgy megeszi a kolbászt és a szalonnát mondjuk, esetleg fehér zsömlét, és az lerakódik, ugye a televízió nézés az nem számít sportnak, ha csak nem a szemizmokat mozgatja. De igazából nincs az a mozgás, mint régen. Szeretném hozzátenni, a régiek, amikor már nem voltak munkaképesek, ugyanúgy megbetegedtek és meghaltak. Ugyanúgy. Tehát amíg a lakosság munkaképes, addig egészséges. Tehát azt mondod, hogy ha valaki egy kicsit is akar változtatni, az próbálja meg a heti húsfogyasztást egy minimálisan csökkenteni mondjuk, és egyből sokat segíthet magán. Ugye a fehérjét mindig általában hússal kötjük össze. Közben nyilván a fehérje a gyerekeknél is, egy csomó zöldségben is ott van, és az ember nem is gondolná, hogy mennyi alternatíva. Lehet csak azt mondani, fehérjét kell enni a gyereknek, együnk sok húst, vagy a felnőttnek is szüksége van erre. Még heti 6-ból, heti 2, heti 3. Ugye ma már szinte minden nap eszünk, nyilván ez is okozhat azért különböző betegségeket az elmúlt 20-30 évben, hogy ma már nem telik úgy el hús nap, hogy ne ennénk hús, azok, akik igen, mondjuk nem vegák. Nem? Nagyon könnyű húshoz hozzájutni bármelyik szupermarketben, és minden nap eszünk húst, és ez őszintén szólva a gyomornak, a bélnek nem mindig jó. Én úgy tudom, hogy egyes szakemberek már javasolják a húsmentes napot, a tisztítókúrát, ugye most megint jön a tavasz, a tisztítókúrát, egy zöldségnapot tartani. Tehát most én nem azt mondom, hogy akkor minden nap húsmentes, bár tudjátok rólam és a Janiról, hogy mi nem eszünk húst. Igen, mondj három dolgot, amit mondjuk a gyereknek adhatunk, hogyha mondjuk fehérjét akarunk, de nem húsból. Lencsefőzelék, 38 gram. Valahogy a zöldséget és a fehérjét ugye ritkábban kötjük össze, nem? Tehát azt gondolod, hogy állati eredetű fehérje az, ami mindenféleképpen igen, kell. A zöldség helyett inkább azt mondanám, hogy hüvelyesek, tehát lencse, sárga borsó, babfélék, de aki azt mondja, hogy ja, hát köszönöm, minden nap nem fogok ilyet enni. Nyilván. Dió. 25% fehérje, mint a bujkamellnek a dióban. Mellette zsiradék is van, ami nem kevés omega-3-at tartalmaz. Tökmag, ha hisztek, hanem 33% tökmag fehérje van a tökmagban. Ez másfélszor annyi, mint a pulykamellben. Ez akár tökmag olajként is lehet? Nem, az olajban csak zsiradék az van. Olajban ez zsiradék a nyers, van. Ez a nyers, ez nyers tökmag, tökmag vagy darált tökmag, csak nagyon kevesen esznek héj nélküli tökmagot. Napraforgómag, szezámmag, azután még fehérje van, hát a zöldségfélek közül inkább azt mondom, hogy azok fehérje szegények, a gyümölcsök is fehérje szegények, hüvelyesek, diófélek, gabonák. Gabona. A zab, aha, a köles, a tönköly. Hát ezek tönköly, igen, amikkel meg kell barátkoztatni újra a magyar népet, igen, ez mindenki erre egy kicsit szorongani kezd. Igen, tehát ez nehéz. Itt tök érdekes, hogy azt gondolják, hogy például ezeket nehezebb elkészíteni, vagy ilyesmi, de például már minden egyes hiperben kaphatók ilyen gyors hajdina, gyors köles, stb. Ugyanolyan zacskós kiszerelésben, mint amilyen a gyors rizs. 15-20 perc alatt ugyanúgy le lehet főzni. Igen. Túl sok cukor például, vagy finomított élelmiszer, az mennyire van benne? Abszolút. Magyarországon érdekes, talán furcsa, amit mondok, de kevés a kenyérfogyasztás, viszonylag kevés a kenyérfogyasztás. Ezen belül is sajnos a fehér kenyér terjedt el, és magas a cukorfogyasztás. Ezért a cukrot leszorítjuk, és a teljes ördésveket egy picit növeljük. Ha szabad említeni, Balázs, még azt, hogy a húsok helyett, tudjátok, hogy van egy a húsnál értékesebb fehérje, a tojásfehérje. Hát csak a tojás is minden két esélyesebben, tehát bármiről beszélünk, jót is hallasz, rosszat is hallasz. A tojás sárgájáról mondják ugye azt, hogy hát koleszterin, igen, ez is egy érdekes kérdés. Jó volna, ha később esetleg, hogyha úgy gondolod, Balázs, tudnánk beszélni akár a tojás kérdésről, a szívérrendszer kérdésről, hogyha lesz lehetőség itt a műsoron belül. Most csak annyit mondanék el, hogy a lakosság egy része
érzékeny a tojás sárgára, ez most nem allergia, hanem a koleszterin érzékenységről beszélek, hogy megnövekszik. A lakosság másik része, mondjuk Fekete Laci nem biztos, hogy érzékeny erre a kérdésre. Igen, hát nem. Meg le is dolgozom. Nem, hát az... múltuk is tényleg, hogy befalt azt a két biciklit. Igen, le is lefolytott a három grill csirkével. Én szerintem ő nem két, kicsit szúrt a tojásból készít rántott. Tehát nem. Igen, hát kérdés, ez milyen elváltozásokat okoz. De egyszerűen nem. Van, aki meg azt mondja, hogy ott van a paleo, és akkor ott meg, ott, ugye az mondjuk hús, abszolút húsmentes, ugye? Vagy a paleo? Az már minden mentes. Az már, tehát az már... Nem, a paleo az húsos. A paleo az húsos. Húsos, igen. Húsos, gabonamentes. Gabonamentes, húsos. Na, akkor jól mondtam első régen. Tehát, hogy egyszerűen nincs egy... Mindenki mond mindent. A paleo azt mondja, egyél sok hús, ne egyél gabonát. Van, aki azt mondja, hogy hagyd el a húst. Tehát egy őrület. Tehát akit az arányokra, ha odafigyel, mondjuk egy szülő a gyereknél, akkor megtalálhatja a középutat, mert nincs útmutatás. A Kína tanulmány című könyvben ez van, a paleo azt mondja, rengetegen paleóznak, most állnak hülyén egy ilyen beszélgetés után, és azt mondják, hogy akkor a paleo, ami arra épül, hogy akkor sok húst tegyek és kevés gabonát, akkor az a például mi van? A paleóban ugye a gabona hiányzik, tehát ahol gyerekek vannak, akiknek kell az energia, és nyilván fehérjes, de inkább energia, ott én azt mondanám, hogy szükség van a gabonákra. Felnőtt embereknél, amikor csökken a gabonafogyasztás, akkor egy kvázi fogyókúrás étrend jön szóba. Amikor csökkentem a gabonát, csökken az energia, csökken a keményítőbevitel, és könnyebbé válik a fehérjeemésztés. A paleóban, tehát ez egy előny, illetve az, hogy a tejfehérje nem keveredik a húsfehérjével, mert mint az talán ismert sokak előtt, hogy amikor valaki mondjuk sajtos, felvágott a szendvicset eszik, akkor a kazein, tehát a tej sajt fehérje és a húsfehérje együtt jut be a tápcsatornába, és a kettő együtt nem biztos. Nem biztos, és akkor szerencsés. A paleo, erről majd beszélünk, de akkor te a paleót nem tartod egy rossz dolognak? A paleóban látok előnyöket. Igen? De teljes egészében én nyilván nem paleózok, de látok előnyöket, tehát a tejhéntejfogyasztás kiiktatása egy óriási előny, hogy a paleo az kiiktatja, úgy tudom, a cukrot, számos adalékanyagot kiiktat, berakja a lenmagot, berakja ugye az omega-3-at. Tehát a paleo rengeteg dolgot megcsinál, ugyanakkor én látok benne problémákat is, de ez mindenkinek a maga döntése, én látok benne problémákat. Mert akkor erről külön beszélni. Hát gyerekek, azért tehát itt tényleg hatféle újságot veszel a kezedbe, négyféle könyvet, és nagyjából még mást mond. Azért nem egyszerű, és akkor vannak még ezek a divat hóbortok, amik hirtelen bejön valami új táplálkozási rendszer, aki azt mondja, hogy na, és akkor felejtsétek el az egész eddigit, amit tanultam, mert hogy itt van ez. Ott van az Atkins, aztán jött a paleo, aztán jött ez, jött az. Tehát én valahol azt gondolom, hogy a közepét kell ennek az egésznek megtalálni, és arányosan egy kicsit mindenből, talán azzal nem ártunk legjobban magunknak. Nyilván én mindig a gyerekeket sajnálom, mert ők ugye kiszolgáltatottjai egy-egy rendszernek, tehát ő azt nem tud dönteni, ő megkapja, amit a szülő a kezébe nyom. Tehát, hogy szerintem vannak olyan ételek, amiket érdemes teljesen kiiktatni, ugye korábban beszéltünk a bizonyos virtuális élelmiszerekről, és amiben sok az adalékanyag, meg egyebek. Van olyan élelmiszer, amit mértéktartóan lehet fogyasztani, de ott is ugye a zsírszegény, mondjuk a fehér húsoknál a halat említettük, és van, amit pedig kifejezetten. Azért Balázs, én szeretném neked elmondani, vagy nektek, hogy vannak ezek a kék zónák is. Mondják a kék zónákat? A világon ezek a világ négy legegészségesebb, legnagyobb kort megélő népei. Ugye itt a japánok például, a serpák, a Kaukázusban élők. Igen, a Himalájánál élők, ugye ott vannak a Szardinián élők, ott vannak a Loma Lindán Amerikában élő adventista populáció, és meg lehet nézni, hogy ezek között elég komoly hasonlóság van, és egyik sem eszik húst. Vagy és ők mit? Tehát ott mit? Tehát például a japánoknál, ugye tudjuk nyilván, hogy nagyjából miből áll össze, de hogy nincs szív- és érrendszeri betegség, nincs olyan elhízás, tehát ott például A japán ember alapvetően tejallergiás, tejérzékeny, nem bírja a tejet, ezért szóján és rizsán él. Tehát nincs tej. Igen. És nem beteg a szójától, hozzáteszem, hogy a japán szója az más, az fermentált szója, de jó, a szója is egy külön dolog, külön hogy akkor mennyi ösztrogén tartalmaz, nem tartalmaz, mi van benne, mit kezd el, vagy mire kezd el hatni, sokat fogyasztanak. Igen, külön kérdés, minden esetre Magyarországon máshogy emésztjük a szóját. A lényeg, hogy Japánban van a hal, vannak a tengergyümölcsei, amiből a fehérjét fedezik, van ugye a szójafehérje, amit fermentálva és öntett formájában fogyasztanak, és szénhidrát forrásként általában a rizs az, ami jelen van. Japánban erős a fűszerezés, sokat csípős dolog, ezért szárnyelőcső gyomorrák azért van Japánban. De még mindig a legmagasabb kort megélő népről van szó. Igen, de ugyanakkor megmondott például a Szardiniát, vagy ott van tényleg a Kaukázus, ahol nagyon sok tejterméket fogyasztanak. Fermentált,
És azok a tejtermékek, ugye nem azok, nem olyan szarvas marháktól származnak, amit mondjuk egy fagyarosított savanyított, erre gondolsz? Teljesen erjesztett savanyított, tehát joghurtokat, kefíreket, aludtáj típusú. Natur, itt sem az, hogy cukrozott gyümölcs, hanem natur, ugye? És ezeknél a népeknél olyan a legelő, hogy ott, hogyha egy fű száról mintát veszel, találsz rajta joghurt kultúrát. Egyszerűen tehát olyan baktériumot, laktobacillus és bifidobaktériumot, tehát nem kell beoltani, mint itt egy joghurtgyárban, egy starter kultúrában, ott megtalálod. És ugye a Balkán-félsziget pásztorai, a híres Balkán-félsziget legelői, a prebiotikus és probiotikus legelők, ahol a pásztorok több mint 100 évig éltek, ugye onnan indult az egész joghurtgyártás, hogy Mecsnikov féle joghurt, egyebek, hogy a pásztoroknál észrevették, hogy ők fermentált tejterméket fogyasztottak, és rengeteg gabonát, tehát teljes őrlésű gabonát, lencsefélét, diófélét, tehát növényi alapú táplálkozás, kiegészítve egy kis teljes vasan erjesztett kefirrel, joghurttal, nem igazán fogyasztottak hús csak ünnepekkor, vagy vendégségben, tehát ez a heti, inkább két heti egyszerű húsfogyasztás. És akkor is nagyon sovány húsokat. Okay, sovány húsokat, birka, ugye bárány. Csak hogy konstruktívak legyünk, tehát akkor tulajdonképpen én cukrozott, előre elkészített, ezt mindig mondom, gyümölcsjoghurtnál, egy 5 perccel szánok rá többet, és mondjuk megfogok egy natúr joghurtot, megízesítem a gyereknek mézzel, gyümölcsöt vágok bele, nagyjából megkapom ugyanazt, ha nem jobbat, így és van. Azt teszem az asztalára. Ugye? Tehát ez például egy jó megoldás. Például egy jó megoldás. Ez egy jó megoldás. Házi lekvárral, igen. Igen, igen. Ugye, hát nem könnyű. Nem könnyű egyébként igazságot tenni. És akkor jó, oké, tehát mondjuk a hús az ember átgondolja, megpróbál belépni középre. Cukor, finomított élelmiszerek, és gyorsan még mi az, ami még mondjuk fontos lehet, amit minden vásárlónak be kell építeni az agyába, és kicsit tudatosabban kell a zsír. És most a paleo ellen fogok egy picit beszélni, sertészsír. Nézzétek, bármennyire rehabilitálják most már a tojás sárgája, meg a tojás után most már zsírt is rehabilitálják, hogy a növényolaj okozza a rákot, és a sertészsír, meg a libazsír, meg a kacsazsír az igazából a jó, mert az nem képez gyököket, meg rákkeltő anyagokat. Azért telített zsírokat tartalmaz, telített zsírsavakat, még mindig én személy szerint azt vallom, és úgy tudom a szakma is, hogy a sertészsír, tehát az állati zsírok, a telített zsírok, azok az ér elmeszesedést fokozzák. Igen, de itt is a mértékletesség ugye a lényeg, nem? Tehát, hogy ezt is túlzásba lehet vinni, meg lehet úgy fogyasztani, mert azért valljuk őszintén, elég komoly élvezeti érték van egy húsevő számára, mondjuk a libazsírnak. Például. Talán meg fogtok most az étel nem csak az, hogy megkened a kenyeret, hanem hogy ezzel készülnek az ételek. Igen, de a mérték. A sertészsírből én nem ismerek mértéket. Ez az én személyes véleményem, ezért majd kapok biztos leveleket, hogy milyen finom már pedig ez meg az az étel. Higgyétek el, hogyha egy tojásrántot, tehát sertészsírral, szalonnával készítesz, az egekbe szökik a koleszterin szint. Hogyha olívaolajjal készíted, akkor lehet, hogy nem is növekszik, vagy csökken a koleszterin szint. Egyáltalán nem mindegy, hogy a tojás sárgája koleszterinjéhez milyen zsírt adok. A telített zsír az egyik kulcs Magyarországon, nem is annyira a koleszterinbevitel, hanem a zsírbevitel okozza a bajt, és ha hiszitek, hanem még vidéken, nagyon magas a sertészsírfogyasztás. A városokban az emberek már áttértek ugye a margarinra, ami ugye most már más technológiával készül. Most már egy sokkal magasabb technológiával készül. Igen, nincs művi keményítés, ez egy óriási előrelépés és változás volt, és növényi olajat vesznek az emberek. Ha nem sütnénk annyit a növényi olajban, hanem hidegen sajtoltként tennénk salátákhoz, vagy inkább csak főzéshez használnánk, nem sütéshez, ugye mert van egy 100 fok különbség a 100 fokon forra víz, de a sütés az 180 fokon történik, akkor az olaj nem károsodna, és sokkal többet használnám. Hát gyerekek, ember legyen a talpán, aki azért itt igazságot tud tenni. Átveszünk majd külön-külön, mert nagyon sok kérdés érkezik akkor, hogy különböző fogyókúrák, paleo, miről mit gondolsz. Ez lehet, hogy egy-egy szűkebb réteget érint, mégis azonban próbálunk majd a népszerű csoportokra koncentrálni. Mi volt ma reggeli, Gábor? Ma reggelim, kérlek szépen, tönköly búza darából készítettem tejbegrízt. Na, ezt már ismerjük. De most zabtejjel is, nem kókusztejjel, ez volt a változatosság. Aha, azt a rohadt életbe. Hát komolyan mondom, most viszont, már kezdesz eldurvulni. Viszont nem akartam egyhangú lenni, ezért egy kis kölespejhet tettem hozzá. Na jó, az a fontos dolog. Már kezdtelek meg, éppen megsüvegelni. Biocsicsók a sürítményt és propoliszos mézet tettem a tetejére. Hát biocsicsók a sürítmény nélkül nem indulhat el a reggel. De most nem datrialek várt, ez volt a különbség. Hát jó, fenébe rúglak, ha jövő héten úgy lesz idő, hogy nem tényleg legalább egy kanál datójalekvárt, hát a kutya fáját, milyen rohadt világ ez, nem? Hihetetlen vagy, Gábor, de nagyon örülünk neki, hogy megint itt voltál. Én főleg azért örülök neki, mert ugyanolyan szeretettel beszélsz a hüvelyesekről, ahogy én szeretem. Köszönöm, igyekszem. Elmentesövezet kukacmorningshow.hu. Jó, aki segítségre szorul, írjen e-mailt, nem ígérünk minden revélre választ, ez nagyon-nagyon fontos. Több száz levél jön be egy-egy ilyen adás után. Gábor szelektál, próbál válaszolni, de lehetőleg azokra, akik valódi komoly bajban vannak. És de a fényképes fürdőruhásokra, mindegyikre. 3:49 lesz pontosan 6 perc, a Gábor, köszönjük szépen.
szépen, jövünk mindjárt a hármas ugrással. 8 perc múlva, 9 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jól láttam, ugye, hogy szereted ezt a számot, ütjeted a taktust az asztalon. Én bírom, nekem mindegy, hogy milyen zene megy reggel, ha jó és pörgős, akkor én arra beindulok, most mindegy, hogy milyen a zene ízlés. Jó ez persze, a zene, figyelj. Jó ez a zene egyébként. Avanci nagyon nagy még mindig, úgyhogy... A legjobb srác. De szinte látom magam előtt, ahogy ülsz bent ott a csűrben, ahogy a többiek játszanak dobozgitára, ugye a tarkodra van tolva a kis Stetson kalapod, egy szalmaszál van a szádba, és hogy a hordon, amin ülsz, így ütöd a taktust. Ugye? Hogy ott vagyok előtted. Aztán meg elmentek együtt lovagból. Ezt konkrétan a Sandon hallottam. Gyere, induljunk, meg kezdődik az Avanci. Elnéztem balra, mondom, tesó, hát nem tudom, én a Davicsira megyek, de hát lehet, hogy az állt. Neked jó mulatás az Avanci. Enkel azt mondta, itt lesz a Leonardo Avanci koncert. Gyere már, induljunk, kezdődik az Avanci koncert. Ja, mondom, Avanci, az iskolát jó palira vettek, azt hittem Avicinak mondják, de hát... Hol is olyan jó, mint Avicii? Majdnem besírta, óriási volt. Na, hármas ugrás játékunkhoz érkeztünk, valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hívtad a nyereménnyel kapcsolatban a hallgatót, Zolit? És meg minden rendben? Minden rendben, jól van. Ezek nekem nagyon fontosak, hogy minden hallgató mindig kapja meg azt az ajándékot, ami jár neki. Neki nem jár bögre? Sajnos neki pekje van, mert még a szerdai nyertesünk volt. Aha. Ő, és csütörtökön van a ajándékcsomagunk, és a régi bögre az ugye hát sajnos az még régi csomag volt, de mondtam, hogy jelentkezzen, májusban lesz új bögréje. Orvosoltuk. Jó, ezt én rádbízom. Ha te azt mondod, oké, az nekem mindent, elég. Mindent. Nagyon jó. Gyógyír volt fel a sebeire. Ennyi. Jó vagy. Ezért vagyok, ezért tényleg, ne haragudj, Balázs, teszem a dolgom. Ennyi, erre születtél, ott a kis kabinod, ott vannak a hallgatók. Ezért vagy. Halló, jó reggelt! Hello, szia Balázs! Hello, Pali! Szia! Pali Győrben, itt van Jani is. Így van, éppen Győrben vagyok. Szia, Jani! Halli, szia! Hello. Azért volt fontos megjelzem, amit nem győri vagyok, hanem a Jani által is ismert Balaton Edricsről. Nagyon jó, egyébként mindenki, aki arra jár, az menjen el és nézze meg a csodabogyos barlangot. Így van, itt az Afrika Múzeumot. Hát gyerekek, beleborzongok az izgalmakba. Okay. Besírnál tőle egyébként. Jó, hát tudod, milyen jó hely. Egy jó tevegelés, az mindig jó. Abszolút, elviszem a gyereket. A csodabogyos barlanggal kapcsolatban mesélte nekem ott egy barlangás srác, hogy egyszer valamelyik környékből önkormányzattól voltak ott, és volt egy kicsit teltebb hölgy is, és ott vannak ilyen szűkebb részek, ahol viszonylag nehezen lehet átmenni, és konkrétan ki kellett bújnia a melltartójából, és átraknia egyenként a mellét. Tényleg egyébként ez történt, és csak így fért át, de nagyon cuki volt, mert meglépte a barlangászok legnagyobb örömét. És aki segített átrakni a mellét, annak mondta, hogy ne vigyázz messzire. Ne vidd messzire, igen. Na jó van. Így szól az első kérdés, Zerikát nyakba akasztani. Okay. Melyik világhírű német technózenekar koncertezett 95-ben Sarkadon? Hát ez a Scooter. Így van, hát tegnap. A legendes sarkadi koncert. Tegnap megmutattuk az átadást is, amikor a sarkadi polgármester köszöntötte őket, sírtunk rajta, nagyon nagy volt. Mehetünk tovább? Mert. Így szól a második kérdés, Zerikát Egér alá tétel. Mi a neve Jack Sparrow kapitány hajójának a Karib-tenger kalózai filmsorozatban? A fekete gyöngy. Így van. A harmadik egy picit nehéz, mert ha megállsz, ezt elviszed, de tényleg nem könnyű a harmadik. Milyen? Nem, ezt nem tudom definiálni. Uh-huh. Menjünk neki? De ott van még a boom. Hát ott van a boom, a boom szoftver nem ad, ez az egérrelátét és a nyakbakasztó biztos. És az óra a harmadik. Óra a harmadik, igen, ez a morning show. Jó, figyelj, menjünk neki. Menjünk neki, így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik ország hivatalos váltópénze az öre? Váltópénz. Öre. Puh, ez gyilkos kérdés. Mondtam, hogy állj meg. Ez szerintem valamilyen ázsiai ország lehet. Svédország. Ez a svéd koronának a váltópénze. Svédország. Ez nehéz kérdés volt, én szerettelek volna megállítani, igen. Én is csak onnan tudom, hogy az Öcsi és a repülő bácsika című gyerekkönyv, mert olvastam róla. Őre Svédország, szerintem ez nincs ember, aki tudja, vagy hát nagyon kevesen ők is lassan kihalnak. Mm. Ez egy elég kemény kérdés volt. Hát, bocsánat, szerintem viszonylag sokan, akik pénzváltókban dolgoznak, pénzügyi vonalon, illetve a svéd nagykövetségen. Jó, hát de van a boom. Így van, a boom szoftver, indulnak az ajándékcsomagok, tiki, okay. Taki, figyelj! Boom! Ha! A mindenség, de váratlan volt ez. Jól kivártál. Igen, jó becéloztak.
Nekem semmi. Nem jön ez a rovadék. Feriét meg be se kapcsoltuk, mert most ugye Bon Giorno-ba. Pedig micsoda taktika volt, micsoda ravasság. Összeszedtem. Össze, vártam. Nem adott Balázs, ne haragudj. Pali pláne. Csak a Balázs meg a Palit írt, hogy vagyok mindig összekötve. Pali, ne haragudj. Ciao. Okay, szia. Köszi, hello. Szia. Ez egy gyilkos volt. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Váltópénz, öre, enter. Pont az első. Ja jó, és a nincs számítógépet. Jó, de nem tudom, soha nem tudhatom. Viszont a Balaton Edericsen, az Afrika Múzeumban lehet tevegelni is. Ez őrület. 2 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Hello Jani. Szia. Feri ma nincs, ugye elment Szabira. Így van, és Olaszországban portyáznak jelenleg. Így van. És kedden jön valamikor, úgyhogy ma nincs. Na, nagyon sokan írták, hogy tudtátok ezt az örés kérdést. Ugye ez keresztrejtvény, ugye? Ott nagyon népszerű kérdés. Ott is, igen. Ott is, igen. Nyilván persze van, aki egy tudja. 3 betűs kérdés. Igen. Nehéz egy ilyen keresztrejtvényt megcsinálni? Nem csináltál még meg? Nem megcsinálni, nem fölépíteni. Tehát nem mint kitöltő, hanem létrehozni. Nehéz. Az biztos, hogy nagyon kemény lehet, nem? Nehéz. Ezzel gondolkoztam, hogy kezdeném el. Megcsinálnám a fő mondatot, leírnám. Ugye mindig van valakitől egy idézet, és akkor ahhoz képest kezdesz el ugye felépíteni mezőket. Ez baromi nehéz lehet megcsinálni. Nem egy egyszerű történet. Én ezeket, főleg ezt a skandináv típusút szerettem gyerekkoromban is. Úgyhogy nagy füles rajongó voltam. Igen? Igen, meg volt benne képregény is. Fazekas Attila képregények voltak benne, azokat nagyon szerettem. Ilyen rejtő képregények, és akkor egy a kellemeset hasznossal. Na, vannak közlekedési híreink, egészen frissek, mondom, hogy mit írtak nekünk a hallgatók. M3-as Budapestről kifelé a 106-os és a 7-es kilométer között a pihenőnél van egy trafi. A Hungária körút elesett az Árpád hídon lévő sávszűkület miatt, a Tököli útig áll a sor. Te jó Isten, ezt Ági írta nekünk. Fény utcai piacnál torlódás van, kialakulóban igazoltató kofákkal alkudozni nem lehet. Ezt István küldte nekünk, István kicsit ráfűzött az érdekes helyzetjelentésekre. Hello Balázs, üzenet, fodrász, manikűr, egyetértek, megtalálom, vigyázok rá, 2 műszak lesz, szép napot. Volt ebben számodra hasznos információ? Egy csomó olyan dolgot felsorolt, ami számodra is fontos az életben, ezt, de... Ezt nem tudom. Kb. 1 órás dugó Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, mentők, mobil, intenzív is ment, de azok egyelőre ismeretlen, ezt Márton küldte nekünk. És lassú haladás a budai alsórakparton, valamint a pesti alsórakparton, szintén is trafi van a 8-as főúton, a 99-es kilométernél, ez pedig Hege küldte nekünk, köszönjük szépen. Miért áll valaki szemben a forgalommal az M6-oson? Miért nem áll be simán a forgalommal, mert akkor lassítasz? Tehát most kérdezek valami nagyon hülyét, de majd te úgyis megválaszolod, mert okos vagy. Halló, Gyű? Beáll egy rendőr, ahol szembe a forgalommal. Ez nem jó. Nem. Miért nem áll be normálisan a forgalommal, tehát menetiránynak megfelelő módon, és teszik a trafit a hátsó ablakhoz. Érted, mit kérdezek? Persze, értem. Miért kell ahhoz szembeforgalommal állni egy rendőrnek, egyébként az M3-ason, amit lát minden honpolgár, aki elmegy mellette, mint hogy beáll egyébként normálisan, és hátra teszi a trafit. A trafi a hátsó ablakon is kilát. Na most kérdezek egy... De nem érted, hogy mit kérdezek? Igen, kérdezek egy hülyeséget, de úgyis tudom, majd ráválasztam el, hogy okos. Na. Hogy nem csak úgy tudja mérni a elhaladó járműnek a sebességét, hogy szembe áll a járművekkel? De a trafi iránya a lényeg, nem az autó iránya a lényeg. Hát ha te menetiránynak megfelelő módon állsz a leállósába, és a trafival a hátsó ablakon mérsz, tehát akkor tegyék, és akkor ugyanabba az irányba mér. Ugyanúgy a szembejövő forgalmat méred. Csak menetiránynak megegyező oldalon állsz, csak a kocsi hátulján mérsz ki. Mit csinálsz? Szembejövő forgalmat mérsz akkor is. Na? Mert lehet, hogy kell hozzá 2 hatósági tanú. Az esemény mellé. Hatósági tanú? Igen. Milyen hatósági tanú? A rendőr? Igen. De a rendőr általában sokszor azt látod, hogy hátradöntött üléssel alszik, vagy nincs is az autóban. Nem. Az csak álca. Na, de ezt tessék, ezt válaszold meg nekem. Mert ugye mi történik? Vagy a kijáróban kell tényleg fölmennie benzinkúton, amiről már sokat beszéltünk, vagy az autópályán kell megfordulnia. Ugye? Lehet valószínű, ha nincs ott kijáró 1-2 kilométerig, ő nem megy szembeforgalommal, hanem leáll, gyorsan megfordul, és beáll a szembesávba mérni. Vagy hát a menetirányal szemben. Na, haver. Hát, most aztán feladtad a leckét, ombre. Mondjuk.
Az ülés nem tudja megfordítani. Az autóban. És akkor nem tud úgy ülni, hogy leül és trafikozik. Ja, leül és trafikozik. De hát ha műszer beállított, akkor az elég? De nem látja az autót, amikor jön. Tehát ugye megnyomni a gombot. Hát egy csomó olyan trafi van, ahol már nincs rendőr, mert ezt mindig nyomni kell. Tehát az folyamatosan te nyomod. Nem nincs egy sart, aztán mindent mér. Dehogy is. Nem, szerintem ez nem, nem úgy hát megy. Ez hogy... már nem úgy megy, hogy ő belenéz, és akkor áll és nyomja, nem? Hát a francba reakció, de már nem a régi. Ezek, nincs meg. Ezek már gondolom fut benne egy számláló néző, hogy milyen messze jön, és ő önmagában fotózat. Ez képzeled, 1800-as évek végén letakarja magát egy tonyvával, nyom egy gondolat. És felül a magnézium. És jön egy magnézium, lesz a és nyom egy gombot, és a gombot egy hosszú kábel köti össze a trafi mérővel, hát azért ezt nem hiszem. És a lencsevédőt így leemeli. Igen, és daguerotípiák készülnek. 4, 3, 2, 1. Megvagy! Tehát, hogy ugyanúgy ülhető normálisan, csak magam mellé a középkonzolra beteszem a trafit, és akkor normálisan állok az autópályán. Na mindegy. Fura. De hát lehet, hogy tényleg kezelniük kell a trafit, állítani, belenézni, nem tudom. Na mindegy, jó, hát ezek nem tudjuk. Hát például, na ha már itt tartottunk a birodalom visszavágba, amikor beásták magukat a felkelők, akkor minek kellett, hogy ott álljanak az automata ágyuk mellett, amikor azok úgyis érzékelték, hogy jönnek a lépegetők, és tüzeltek maguktól? Ez igen. Ugye? Abszolút jogos. teljesen megértem, egy csomó kérdést tudnék még én is föltenni. Minek álltak ott a lövészárokon? Hogy azért, hogy meghalljanak? Na, hoztam neked valamit. Mert tudod, hogy én ritkán hozok ajándékot. Te tessék? Ez nem te vagy. De ez is sem most vagyok. Mi van? Semmi. Én megláttam valamit, és ezt megvettem. De neked. Nem Ferének hoztak, csak elfelejtetted, hogy ő egyébként van nincs, ugye? Igen. Egy kiló abáccalon. Nem. Én ritkán veszek ajándékot. Hiszem, meggyőződésem, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. De most valaminek nem tudtam ellenállni. És megszereztem neked. Trüffel? Csoki trüffel? Elve a csokiba? Abszolút egyébként. Nagyon jó nyomom vagy. Igen. Igen, nagyon jó nyomom vagy. Csoki alakú, csoki színű. Hogy csoki íze van-e, azt nem tudom. De belga trüffel, kis csokoládé, tehát a színe alapján ez tulajdonképpen így néz ki. Igen. Én megmondom neked egyébként, ha belga csokiból van, én megmondom, hogy az-e. Jó. Tehát, hogy te valami csokoládé. Egy kis kanállal. Becsukom a szemem, és meg fogom tudni mondani. Jó. Adok egy kis kanállal. Jó? De nem nézheted meg. Jó, oké. Nem nézheted meg. Egy kis kanállal megmondod, hogy belga csoki? Meg hát. Jó, oké. Én ezt neked hoztam, csukd be a szemed. Igen. Be van csukva, te már nem látod, hogy mit csinálok. Oké. Adok egy kis kanállal. Jó. Ezt edd meg akkor. Jó? Na. Aha. Én megszagolnám előtte. Jó? Na, ezt neked. Belga, majdnem belga csoki. Hú, menj a... Miért nem kaptad be? Ez mi? Kaka? Ez konkrétan elefántszar. Ez konkrétan neked hoztam, szeretettel. De hülye vagyok. Csoki trüffel, mi? Aha. Persze, nyilván hozok neked csoki trüffel. Határeset. Jó, hogy megszagoltad. Imádtam volna. Ez, Bali, megkóstolom, ínyenc vagyok. Azt szerintem 30%. Nem hiszed el, a nyíregyházi állatkert mit talált ki? Óriási az ötlet. Elefánt szuvenír. Puh. Szépen virágzó kert, csodálatos dísznövények, elegáns rózsák, bőven termő eper. Mi a titka? Az elefánt trágya. Bőven termő eper? Bőven termő eper? Az elefánt trágya. Környezetbarát, természetes elefánt ürülék, kevés tőzeggel, füllesztik, összekeverik, növényi tápanyagként hozzák forgalomba. Ez még hova füllesztik? Ezt a bizniszt. Ez maga a füllet Afrika. Szeretettel. Hú, de kemény. Hát nagyon kedves vagy. Szeretettel. Megrendeltem. Neked ennél nagyobb bizniszt, mint eladni azt, ami az elefántból kijön, ez szenzációs, csipős. Azért nem egy trüffel, nem? De mekkora marketing ötlet? És azt csinálják, hogy bedobozolták, most már ezt lehet, hogy budapestiek is csinálják, és bedobozolva árusítják azt, ami kijön az elefántból. Ez egy szenzációs ötlet. Hát nagyon jó. Mert egyébként mit tudsz csinálni, ugye ők azt ott fölhasználják, nem tudom, mit csinálnak vele, de dobozban te ezt megveheted. És figyelj, rá van írva, úgy látom, hogy belgául és szlovákul is. Hát nyilván orientálódnak arra felé is, a belga és a szlovák piacra. A szállítás után le kell venni a fedelet használásig, tehát hogy kapjon egy kis levegőt, hogy átszellőztesd a trágyát. Ez egy zseni. Egyébként szenzációs ötlet.
És hogyha elfogy belőle a kaki, ebbe például tudok rakni, hogy hívják ott, csemegóból. Igen, vagy lecsót, vagy már baraszfák, már elhúzteni télire. Hát, figyelj, én ezt megláttam, és egy futára hozottam. És rögtön rám gondoltál. Ja, rögtön rád gondoltam, hogy szerintem te ennek örülnél. Figyelj, a címkén konkrétan egy egyébként embermódra egy fajanszra guggoló kis elefánt van. Na. Aki nagyon elégedett arccal, egy picit egyébként szerintem pont azt a pillanatot kapták el, amikor nagyon elégedetten megszabadul a ballasztól, mert hogy feleveli a kis ormányat és tülköl egyet. Igen, mondjuk azt nem tudom, mennyire űr ár egy óra, mert ott egy ülő elefántot mutatnak, tehát szerintem ennyire talán nem intelligens. Na, de most akkor mi? Trüffel vagy belga? Mit mondasz? Hát én azt mondom, hogy trüffelnek trüffel, de nem az a fajta, amit én szeretek. Ugye, óriási biznisz. Gondold el, hogy mennyi... Már lehet, hogy van benne megemésztett kakaóban. Az biztos. Mennyi jön ki egy elefántból egy nap? Iszonyatosan sok. Ugye ez a doboz, ez kb. Fél kiló. Igen. Nos, fél kiló, most nem illik elmondani az ajándéknak az árát, de mennyit fizettem, Laci? 1200 plusz amennyire megérkezett Nyíregyházáról. Tehát kb. 1200. Fél kiló. Mennyi jön ki az elefántból egy nap? Hát szerintem több száz kiló. Vagy nem, nem. Az vagy ne. Nyilván nem több, ja, három tonna. Ja, nem úgy értetted, hogy egy elefánt csordából? Ja, több száz kiló, hát hogy nem már ki több 50 és 100 között akkor. 50 és 100 között. Fél kilóként eladod 1000 forintért. Ez zseniális kasza. Egy marketing zseni volt, aki kitalálta. És ha ráadásul még tényleg használ a növényeknek, én azt készséggel elfogadom egyébként, meg el is hiszem. Mondjuk azért felhívnám Bálint gazdát, dumálnék vele erről egy fél mondatot, hogy mennyire működhet a dolog, de én ezt csekkolni fogom, és tényleg köszönöm szépen. A muskát lényünk alá fogjuk rakni most tavasszal. Kíváncsiak, hogy volt erről egy értekezlet, egy meeting, és akkor azt azért megbeszélt, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne pénzt szerezni, Hát nem, lehet, hogy már szó szerint nyakig ért a cucc, és akkor és azt mondták, gondoltak akkor... egyet. Nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Gondoltad volna, hogy hozok egyszer neked ajándékba egy vödörszart? Soha, picit most meg is vagyok hatva. Az első ajándékom évek olyan romantikus vagy. Na, följük a Nyíregyházi Állatkert igazgatóját, mesélj nekünk erről két mondatot. Egyébként maga a történet tök helyes. Nagyon. Nem? Nagyon. Meg hát nekem ez a másodlagos felhasználás sztori, ez nagyon bejön. Ez nagyon tetszik. Ahelyett, hogy kihordanak, mit tudom én, a határba, vagy akármit csinálnának vele, újra hasznosítják. És egy tök hasznos dolgot hoznak belőle létre. Nagyon jó. Mert mennyi idő lett volna, még ezt mondjuk Skarabauszbogar, akkor elgörgettetik valahol. Most azon gondolkozom, hogyha egyszer megszorulunk és bajban leszünk, akkor nem lehet? Akkor a te székletet is érdekesítsük. Nem, mert most ketten azért mennyi? Tehát az elefántból kijön mondjuk napi egymásra. Há, szerintem... Ketten nem vagyunk rosszak. Hát be kell vennünk a Ferit, akkor az az meg... Azt szerintem azért megdobná. Jó, hát a Feri mindig ugyan megy erre egy óra, egy létrát csap a hónalra, hogy le tudjon szállni. Figyelj, mekkora biznisz? Hát, Jani, Kaki, Feri. Nem? Hát olyat komposztálsz előle, vagy nem tudom, mit csinálsz. Figyelj, mi csak a fűszer lennénk benne a Feri. Amilyen kérte, az csak egy kis csipet zöld fűszer lenne az övéhez. A Feri adná itt a legjobb. Hát, gyerekek, ez nagyon nagy biznisz. Tehát nagy ilyet még nem hallottam. Na, kapunk egy kis segítséget. Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert igazgatója itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Hello, jó reggelt! Szerbuszok, jó reggelt! Hogy visszatérjek a Feri, de nemrég járt nálunk, úgyhogy nem tudom, miért nem vitt akkor magával. És valóban igazatok van, szép nagy darab, úgyhogy ő már hogy érted, hogy nálatok be is ment az állatkertbe, vagy csak elrabolt egy tojtojvécét? Nem, nem, jól érezte itt magát. De ott volt nálatok. Aha. Na, ez kinek az ötlete volt? Ez egy szenzációs ötlet, amikor először megláttam, nem akartam elhinni, marketingfogásként zseniális, anyagilag nyilván baromi jó, mert azért hát kijön egy pár kiló az elefántból, nyilván veszik is, mert hogy tényleg a tápanyagértéke is jó, ez egy nagyon jó ötlet. A gyerekek, van egy magyar mondás, amit ugye nem mondok ki, tudod, hogy ebből is pénzt csinál, hát mi próbáltunk, igen. Igen, ez egy klassz magyar mentalitás, de egyébként a jéghátán is, persze, meg igen. Igen. Meg a pénznek nincs szoba, ezt már Veszpázián is megmondta. Azért ez előfordul már máshol is Európában, és egyszerűen amikor kiderült, hogy ilyen sok elefántunk van meg lesz, akkor rájöttünk, hogy hát termelnek. Tudni, hogy az elefántnál szinte annyi jön ki, mint amennyi bemegy. Nagyon rosszul hasznosítja a takarmányt, többek között ezért is van hatalmas tápértéke a trágyájának. Afrikában például a pávián csapatok azok mennek az elefántok után, és szépen szemezgetnek ugye az elefánt ürülékből, mert prima jó dolgok kerülnek abból ki. Néha egy fél alma is például itt nálunk, meg tök magok, meg szóval nem emész tökéletesen.
Hát nem, az viszonylag ritkán eszik. De ami zöldség, gyümölcs, abból nagy mennyiség, azért megy az elefántunkba. És akkor ez hogy dől el, hogy az állatkerti alkalmazottak reggelben mennek, nyomnak egy kőpapírrólót, és aki megint gyengébbet mutat, az sétál az elefánt után? Vagy van egy ilyen elkülönítés, és akkor gyorsan rámennek a szemes takarmányra, amikor látják, hogy az elefánt nem figyel? Erre külön egy részleg van, tudod? Erre már egy részleg specializálódott. Hogy ne, szedik az elefántrágyát. Ez jó, és ezt mindent el tudtátok adni? Tehát zajlik az értékesítés, és viszik? Azért igen, természetesen. Őszintén szólva, van utánpótlás bőven, de nem marad rajtunk. Aha. Nem marad, azért 6 elefánt naponta, mondjuk így 5-6 mázsát azért termel. Nagyon jó. És akkor, ahogy mondtad, van külön egy ilyen kaki kommandó az állatkerten belül, akiknek ez a feladatuk. Így van, igen. A kiskereskedelmi kiszerelést kérlek szépen végzik, és nagy tételben pedig, hát mondjuk így, hogy traktorszám is lehet vásárolni, az egy egyszerű megoldás. Fie, azért, hogyha most látnád itt az asztalunkat, nem hinnél a szemednek, mert hogy egy mokkás kanálon ott hever körülbelül 3 dekányi elefántűrülék, amit majdnem betoltam. És azt nem is tudod, hogy ezt a mokkás kanálat Jani asztaláról vettem el, és ugyanoda fogom visszatenni. Igen, csak előtte eltörli. Hogy ne vedd észre. A rend kedvéért. Hát ez nagyon jó. De ugye szabad ég a dobozójátok. Igen, igen. Na, figyeljetek ide, ez igazából poénnak indult egy kis szuvenír, ami nálatok is van, kis kiszerelésben egy pici szuvenír ajándék, gondoltuk, hogy milyen jó pofa lesz, állatkerti szuvenír, aztán egyre többen érdeklődtek, hogy nem lehetne nagyobbat, többet, úgyhogy ezért van most már 4-5 literes dobozok is a bejáratnál, amiben lehet vinni, és az otthoni kis muskátlit most itt a szezon, muskát itt meg lehet vele erősíteni. Figyelj, nem tudom, hogy van-e összefüggés, de valahol most épp a hangát láttam valami hasonlóval. Vigyázzatok, tehát itt vagy közösen... Hát van náluk is elefánt. Aha, úgy, tehát és itt... általában jönnek mindig utánunk, tehát az ötleteink azok... De finom kis átszólás. De pont most láttam valami vödörrel a kezébe, de nem itt az útszélén összeszedi dolgokat, hanem valamelyik kereskedelmi tévében. Tehát, hogy akkor ez elindult. Akkor elindult egy ilyen kaki csata az állatkert és állatkert között, hogy ti valahol ott Kelet-Magyarország környékén próbáljátok értékesíteni a hangáik lefedik. Megy itt a szardobálás. A hangáik lefedik itt Közép-Magyarországot, hát még szólni kell ott balra felé, nyugodtan. Megosztottuk a piacot, úgyhogy nem lesz ebből gond. Előfordulhat egyébként, hogy akkora igény lesz már rá a jövőben, hogy nem tudják ugye megtermelni ezt az elefántok, akkor majd hamisítani fogják te vagy egy gnú kakival? Hát már most is tudnék ilyet csinálni, de nem mondjátok senkinek. Ja, már most is tudnád egy kicsit higítani. De azért még mi azért próbálunk tiszta elefántrágyát. De jó. Miért pont az elefánt, belőle jön ki a legtöbb, vagy a tápértéke a legjobb egyébként? Igen, az a legjobb, amit, ahogy mondtam neked, mivel nem emészti meg tökéletesen, amit megeszik, ezért nagyon sok minden marad. Hát ennek azért van olyan hátulütője, mondjuk az őszi elefántrágya, azért tele van tök maggal, mert akkor elég sok sütőtöket esznek nálunk, vagy dinnye maggal, akkor erre vigyázni kell, dinnye. Hogy lehet dinnye palánta is a muskátli mellett. De jó. Uh-huh. És a következő lépés mi lesz? Hogy majd lehet kapni itt olyan fél decis üvegekben láma nyálat? Vagy? Nem, ezzel nem gondolkodtam, de jó ötlet. Látod, abból is van bőven. Nekünk van 15 lámánk, úgyhogy... Figyelj, és mi van, ha megy a has az elefánnak? Akkor szénbányákból fogjátok fölvásárolni a fogóanyagot? Vagy akkor mit fogtok csinálni? Hát akkor meggyógyítjuk az elefántot, ez az első lépés, de hát képzeld már el, hogy mennyi szenet kell megetetni egy elefánttal, hogy az belekössön. Hát azt mondom, ez egy ilyen körforgás, ti veszitek a szépbányából, adjátok el az ürüléket, tehát ez nagyon-nagyon nagy ötlet. Mennyit eszik körülbelül egy elefánt, csak hogy valamiféle minimális informatív jellege is legyen ennek az egyébként nagyon mélyen szántó beszélgetésnek, hogy körülbelül csak egy emberi léptékkel ez szinte felfoghatatlan, hogy mi fogyja? 100 kilót naponta. Ez egész nap eszik az elefánt, tehát ő folyamatosan tud menni, de a 80-100 kilót takarmányt, ebben sok minden van, széna, zöldség, gyümölcs, abrak, ez egy nagyon vegyes. Olyan. És körülbelül ugyanez a mennyiség, ami távozik. És ez is távozik, aha. Így van. Hasonló, mint a lovak, ugye? Hát nekem volt lovam, hát ha akart, akkor egész nap evett, és folyamatosan. Tehát egy ilyen örök mozgóként lehet őket értelmezni. Igen. És akkor nem beszéltem a fagaljakról, falevéről, amit az élágcsának egész nap, és azt nagyon szeretik. Figyelj, ha most, bocsánat, hogy ha esetleg olyat kérdezik, de hogyha ennyire nem emészti meg a táplálékot, nem lenne egyszerűen csak hátulról előre holdani? Az az igazság, hogy vannak ilyen állatok, az elefánt nem ilyen, de mondjuk az orángután
vagy a madagaszkári makik előszeretettel csinálnak ilyet. De jó. Hát úgy nézik, hogy ami kijön a hátra, azt megeszik még egyszer. Kérdezi itt egy hallgató, nagyon jó a kérdés, hogy esetleg lehet-e számítani hasonlóan az eperföldekre szed magad akcióra? Hogy mit tudom én, nyilvános nap a nyíregyházi állatkertben szed magad akció. És mindenki egy kilót, egy-két kilót kapacitásának de megfelelően szed magad akció. Hát gondolni, de még egyenlőre össze tudjuk azért szedni. Ezek nagyon kulturált állatok, tehát mindig ugyanott végzik a dolgokat, hogyha mi ugyanott állítjuk le őket, tehát ezzel nincs probléma. Na, mi is ugyanott végezzük. Igen. Kvázi szobatiszta? Tehát, hogyha egyszer mondjuk valaki egy panellakásban nevelget egyet, akkor az tehát szobatisztaságra nevelhető? Vagy magas földszinten? Vagy nyilván kis túlzással, de hogy ennyire okos tényleg? Hát azért kihívásukkal küzdik e téren a szobatisztaság területén, de egyébként rendkívül okos valóban. Uh-huh. Múltkor láttam a híradót, ahol valami lovat tartottak egy lakásban, és ott pali számítógépezett, a ló meg ott legelt mellette. Jaj, hát George Clooney együtt aludt a vietnámi disznójával, tehát ez azért ezek ilyen viszonylag természetes dolgok. Igen. Ráadásul ez egy önkormányzati lakás. Igen, a negyediken. Mi most a sláger, vagy ki most a sláger nálatok? Milyen újdonságok vannak állat szempontjából? Ki hát most a nagy kedvenc? Nálunk most azért sok minden történik és zajlik, várjuk ugye a kisállatok születését. Hát nagyon szeretnénk, hogyha hamarosan bemutathatnánk a látogatóknak majd a kis perzsaleopárdokat, és várunk fehér tigriskölyköket is. Mm. És hát már megszülettek a binturong csemeték, egy ikerpár. Ez a binturong egy különleges indonéziai kis állat, ami hát nagyon cuki, és nagyon ritka, és nagyon aranyos. De jó. Azt már régóta meg akartam kérdezni, hogy minden egyes állatkertnek ugye általában a legjobb reklám, ha születik valamilyen kis állat, hogy így búgatjátok őket keményen, hogy... Le van osztva. Hogy legyen PR. Pontosan, le van osztva, hogy csináljuk. Hát ez ilyen állatkerti kulisszatitok. Tehát, hogy időre kell születni az állatoknak. Tudod, húsvét előtt, május 1-e előtt. Igen, hópárduc kölykeitek lesznek valamikor a közeljövőben, mert arra emlékszem, hogy nagyon szerettük azt a párt, ami nálatok volt. És igen, aranyosak, és most már ők is szeretnek, nem tudom, hogy mennyire kísértétek figyelemmel az életüket. A nősténynek voltak komoly gondjai, de sikerült meggyógyítanunk. Nagy összefogással még fizioterápiát is kapott, tehát egy nagyon hosszú betegségen van túl, és most már teljesen egészséges, és nagyon szeretik egymást. Hát bízunk benne, hogy lesznek is hópárducok is. Általában nagyon sok macskánk van, nem azért mondom, de itt van a legnagyobb nagy macska gyűjtemény. Maláj tigriseink is vannak például, és hát remélem... Na, Kabir Bedit is rács mögött tartjátok, az nagy szó az. Igen. Csak Melos mindig összevárja a hasukat, miután találkoznak. Igen. Figyelj, és akkor így tulajdonképpen akkor ezek a fontos... Ja, és még egy igen? Fontos, bocs Balázs. Nyugodtan. Most kaptuk meg nemrég az eredményt a berlini laborból, hogy vemhes az elefánt tehenünk, úgyhogy megszületik hamarosan a második afrikai elefánt is Magyarországon. Az első bébink az 6 évvel ezelőtt született, és hát nem sokára lesz egy másik. Oh. Sőt, az orszarvunk is viselős, tehát orszarú is lesz. Nagyon kemény. Az orszarvunál tudjátok, ki az apa, nem? Mert most egy erről, mint hogyha hallgatnál egy picit. Igen, van valami titok, amiről nem tudunk. De nagyon egyesek, én egyébként az elefántbébiket imádom. Már amikor megszületnek, hihetetlen koravénnek tűnnek. Iszonyatosan cuki. Hihetetlen édes. Pandák nem lesz soha? Esélytelenek vagyunk? Egy valami panda-szerű képződményre akár? Tehát nem irigyek a kínai? Nagyon nagy a leasing díja. Aha. Tehát azon túl, hogy meg kell egyezni a kínai kormánnyal, még azt talán kormány szinten összehoztod, de az éves leasing díja az nagyon sok. Hát igen, kérjük alacsony felszereltséggel, és akkor nem kell annyi leasing díjat fizetni. Kevesebb fekete folttal. Valahogy csökkentjük, persze. Igen. Ne olyan jó lenne. Igen, azért kérdezi Balázs, mert hogy ez egy kedves hallgatónk írta reggel, kikopott a pandaszőr a kocsijába. Igen, szívesen megböknék egyet, hogy legyen friss pandaszőr. Nem, már Bécsben van, már mindenhol van. Hát itt körbelőttek minket a kínaiak. Hát egyébként is hát jó barátok vagyunk, hát legalább egy nyomorúságos pandát vágjanak már hozzá. Hát egy idő után legalább majd úgy lehet majd reklámozni Magyarországot, hogy az egyetlen ország, ahol nincsen panda. Igen, pandamentes övezet, igen. Na, hát jó, van. Azért 6 állatkertben van még Európában, tehát még azért vannak mások is, igen. Ahol nincs. Laci, nagyon jó munkát kívánunk, körülünk nektek, ez az ötlet zseniális, és reméljük, hogy sokan fogják venni. Köszönjük, megyek is, már csomagolom. Mi meg szellőztetünk, köszi. Küldj egy dobozt a hangának ajándékba. Jó. Hogy rög. Igen, és írd rá egy eredeti forrásba. Köszi, Laci, ciao, hello.
Gajdos László a Nyíregyházi állatkert igazgatója volt a vonalban. Láttam a hangát, vagy tegnap. Igen. Már ő is egy ilyen elefánt ülőkes dobot. Marják egymást. Igen. Finom átszólogatás. 3:40 lesz pontosan, 7 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, 1 perc múlva. Balázs, te konkrétan hülye vagy. És ha megbetegszik a Jani, miért nem te zabálod? Húsvétra sok nyúlszár. Ezt kívánom neked, egyre sokat veszélyes vagy. Nem szeretnék a közeledben élni, most aztán rendesen leírtad magad. Fúj, utcsó SMS. Hú, valakinek nagyon kiúszod a gyufát. De mivel? Hát azzal, hogy majdnem megetettél kankival. Ja, arra már nem is emlékeztem. Ja. Azóta már annyi mindent mondtam neked. Bizony. Amin ja. Szintén berákadtál volna. Elmostam egyébként nagyon alaposan a kalat, és beraktam a többi közé. Az én kanalaim közé, vagy ugye unblocknak? Nem, ide. Drága érzékeny lelkű hallgatónk, szeretnélek megnyugtatni, hogy egyrészt ez egy műsor. Nem mindig kell mindent elhinni, ami abban történik. A mozifilm sem mindig valóságos, ugye? Nincsenek birodalmiak, nincsenek Jedik, nincsenek Csubakkák. Hogy nem volnának tenni? A másik, hogy ez olyan rohadt büdös volt, amit a Jani kezébe adtam, hogy 6 kilométerről nyilván tudtam, hogy a Jani kiszúrja, és ugye értelemszerűen, hát mire az orrához, hogy a szája az emelte, már így ordított, van. Hogy valami nem stimmel. És abban meg lelássadott semmiféle összefüggés. Hogy ma nem jó a szaglása, és nagyon náthás. Hogy már hetek óta tudunk erről a dologról, de csak most, amikor széna náthás lettem, és nem kapok levegőt az orra, hogy most hozta be, mert nincsen semmiféle összefüggés. Ne gondoljátok. Szóval kicsi volt az esély, hogy megegye, tessék, menj nyugodni, nincs semmi baj. Jó? Így van. Írj egy hallgatónk, hogy mi történik a budai felsőrakparton, beállt a beton. Hát még van egy-két beállt, mint a beton, ha valaki gyorsan elküldi, akkor be tudjuk olvasni, hogy hol van baj. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, Csabikem. Nem maradt egy kis csopító. Megettél minden? Van még egy vödörre. Van nem finom. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Ugye, ha mondja, hogy morning show, akkor kapja a kis ajándékcsomagot. Így van, ő a bögrés változatot kapja. Hmm. Tehát a naphallgatója a bögrét kap, óra csak. Hármas ugrásban van. Morning show. Ó, oh, hello! Jó reggelt! Sziasztok! De jó, hogy lány vagy! Szia, komolyan. Én is örülök neki. Biztos vannak előnyei is, de hogy olyan ritkán hallható az, hogy női naphallgatóink van, hogy az annak mindig nagyon örülök. Hogy hívnak? Nem írtad alá? Benigna. Benny. Igen. Benigna, jól hallottuk? Benigna, igen. Benigna. Az milyen? Az valami germán név, nem? Nem, latin eredetű. Latin. De legalább megpróbáltad, ha eltalálod szépen. De a germán is a latin nyelvekhez tartoz. Ne? Nem, ugye? Ez szép blöf, most nem jött be, engem. Na, jó. Írtál nekünk egy nagyon helyes SMS-t, ugye beszéltünk arról, hogy mi történik a Nyíregyházi állatkertben. Helyes volt, amit írtál. Azt írtad, elefánt rágyából pénzt csinálni? Nekem ez a biznisz bűzlik. Szerettük, főleg, hogy ugye. Lány vagy. Voltál már naphallgatója? Soha, ugye? Nem, még nem voltam, már sokszor próbálkoztam, és most nagyon örülök, hogy sikerült. Hol hallgatsz minket helyileg? Budapesten. Uh-huh. Az ugye Pest megye. Igen. Végre. Oké, Begina vagy Benny, akkor mondok Bennyt inkább, te vagy a naphallgatója, egy gyönyörű szép ajándékcsomaggal, hálálnánk meg, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen. Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Csabikám, remek zenéid lesznek? Van egy csapat, Szegeden alakultak majd 10 évvel ezelőtt, és rendesen végigjárták az úgynevezett szamárlétrát. Tehetségkutatókra jártak, tagokat cseréltek, még nevet is változtattak, így alakult ki a Honey Beast mai legénysége és leánysága, és tőlük hozom az újdonságot, a legnagyobb hős, amivel indultak annak idején a Dal című versenyben is. Nagyon klassz. Kaptunk még egy SMS gyorsan, az egyetem előtt az alsó rakparton, a budai alsó rakparton 3 autó miatt egy sávra szűkül az út. Úgyhogy emiatt a budai alsó rakpart egy picit beállt. Csabi jön a kívánságműsorra, 555-55-00, ez a telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig ketten jövünk holnap. Holnap, így van. Szabin van jövő héten, szerdán először. Így van, egy kicsit pihen megérdemli. Jövünk holnap 6-kor, szevasztok! Sziasztok!